Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Negyed hét lesz egy perc múlva, jó reggelt, szevasztok. Tegnap már jeleztük, hogy a főmérnök úr szabadságon van. Igen, elment pihenni messzi-messzi távolba. Sziasztok, jó reggelt. Úgyhogy ma ketten leszünk Ferivel, de jó lesz ettől függetlenül is az adás. Egyébként is jól szokott lenni. Hát én még. Minden lenne. Így van, egy picit hogy hívjákolhatunk. Picit lubickolhatunk itt a szabadságban. Ha majd megtalálom egyébként az egeremet, meg megtalálok milyen. Figyeljetek nekem, a mai reggelem nem indul egyébként tökéletesen zökkenőmentesen és rugalmasan, ahogy a bal kezemben látható papír zsebkendő is mutatja. Először is korán reggel elvágtam az ujjamat. Gratulálok. Miközben. Hát, mivel éles volt a kés, egyrészt másrészt meg a Zsülnek szeleteltem egy kis pizzás táskát, és hát természetesen ilyenkor mi szokott lenni, hát két variáció van, vagy az ember lenyalja a pengét, mert hülye. Én hál' Istennek nem ezt választottam, vagy az, hogy végighúzod ugye a kis ujjaiddal, és úgy törlöd le róla a felesleges rámaradt pizzás ízesítő anyagot. Na, tökéletesen is vágtam el a kezemet, nagyon örülök neki. Mosogató szivacsról hallottál már? Aztán már használtam mosogató szivacsot is, gondolva többiekre is, hogy nem mindenki szeretné mondjuk az ujjamról a hámszöveteket, vagy hívjákolni, így benyalogatni. Utána meg adtam egy kis mézet a kávémnak, aminek következtében a jobb kezem lett csurig mézes. Tehát most gyakorlatilag egyik kezemmel sem tudok fogni, mert az egyiket elvágtam, a másik meg mézes lett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Jól indul a reggelem. Ez csak ennél saját már magadnak. Csak jobb lehet. Csak saját magadnak. Hát csak saját magadnak. Azt képzétek el, János ül velem szemben, egyik kezébe papírzsebkendőt szorongat, a másikat magasra emeli, próbál egeret keresni, amihez ugye nem tud mivel hozzányúlni, tehát hogy ez tök fölösleges dolog. Nyelvvel tologatom. Mellette a fél pizzás csiga, előtte a számítógép, van egy fél kefir. Nézünk ki. Gyakorlatilag innen már csak felfele vezet az út. Ezt nevezik fegyelmezett műsorkészítésnek, mert ugye mindenki, aki egyébként szeretne így reggel rádiózni, az bejön időben, megcsinálja a kávéját, tesz bele mézet, hogy tudja, hogy amikor még van rá idő, hogy kimenjen kezet mosni. Na, hát így állunk körülbelül, de nincs ezzel baj. Így van, ez egy olyan platform, amire tényleg csak felfelé vezethet az út, hogy egyre jobbak leszünk, egyre jobbak. Na, még egyszer akkor szevasztok, jó reggelt a kis helyzetkép után, egy gyors tegnapi elemzés, ugye kint voltunk a Vörösmarty téren, nagyon sokan eljöttetek hozzánk, ugye, ahogy mondtuk, az év egyetlen budapesti helyszíne, de hát természetesen ez még változhat, azért ne kiabáljuk el, egyszer csak azon kaphatjuk magunkat, hogy ott vagyunk valahol. Úgy, azért nem hype-oltuk annyira szerintem, mint az utolsó budapesti kitelepülésünket, stb., mert hogy azért nagyon sokan voltak, de lehettek volna még elegebben is, egy picit azért fű alatt intézgettük magunknak ezt a kisebb tömeget. Lehetett volna ez háromszor ekkor is ez a tömeg, hogyha mondjuk már egy hete mondjuk azt, hogy gyerekek, ha holnap nem láttok minket, vagy holnap láttok minket utoljára ebben az évben, akkor ne csodálkozzatok. Lehetett volna szerintem. Én még nem akarok meghalni az idén. Hát, Feri, ahogy az én reggelim indult most, úgy gyakorlatilag lehet, hogy meg 9 óra tájban már saját torkomat is elvágom. Tehát, hogy lehet, hogy túléljük azért az évet, és még lehet, hogy összejövünk majd Budapesten is valamiféle turnéra. Az viszont biztos, hogy a jövő hét az a mi szempontunkból rettetesen utazós lesz. Ezt gyorsan mondjuk, hogy a mai nap folyamán többször is mondani fogjuk majd. Ugye van egy alsó őrs, de hát előtte egy jó siófoki kompozással indulunk. Amit nagyon fontos megjegyeznetek, hogy Siófokról, a Krúdi sétány 2-ről fogunk indulni majd. Ez a siófoki hajóállomás. Igen. Jó? És 6 órakor ott kell lenni annak. Jövő héten szerdán, aki szeretne velünk jönni, meg a Hooligans együttesen, ők is jönnek majd, és élőbe fogják tolni a sót. Ez az egyik, majd mondjuk a részleteket, csak ezt szerintem érdemes többször is mondani, hogy aki akar jönni, az legyen ott, és utána pedig csütörtökön Sárvár lesz az úti cél, illetve már szerdán, de csütörtökön reggel meg onnan megy a Füredőből az adás. Nagyon jó, nagyon jó. Mondjuk az első információval kapcsolatban nem hiszem, hogy bárki is meglepődött, hogy egy kompa mondjuk a hajókikötőben fog megállni. Én erősen gondolkodtam rajta, hogy vajon még hol állhatna meg ez a komp, de akkor ezek szerint a siófoki hajókikötőben kell minket. Jó, de ott nem szokott menni ez a komp, mert ugye a komp állomásról szokott elindulni, de mi most ilyen különleges módon Siófokra fogunk majd menni. És nagyon azt mondtuk, hogy illetve mondtad, hogy a Hooligans is fel fog lépni, de hogy ez egy ilyen a tök exkluzív lesz szerintem az ő életükben is, mert hogy ilyen fellépésük valószínűleg nem volt. Tehát egy mozgó hajóról nyomni a számokat, remélhetőleg élőben, azért az nem egy gyenge vállalkozás. Bár
megmondom őszintén, hogy a Hooligans abból a szempontból nagyon szerencsés, hogy volt már nekik például egy olyan klipforgatásuk, ami azért szerintem még nem úgy magyar viszonylatban, hanem még világviszonylatban is egy óriási vállalkozás volt, mert annak idején ugye ők a Völgyhídnak a tetejéről, így a van, tetején, az akkor, illetve az akkori épülő pillérek bizonyám, a tetejéről. Bizonyám, voltak. Azért az nem volt gyenge. Fia, hát annak idején én beszéltem a srácokkal, azt mondtuk, sírtak, tehát a Tóth Tibi remegett az idegességtől, mert felmész egy nem tudom hány méter magas a Völgyhíd legmagasabb pillére, de mondjuk egy ilyen három tízemeletes ház, de legyen egy is, tehát tök mindegy, 30 méteren, állsz egy olyan felületen. Az nem 30 szerintem, most nem akartam beblöfölni hirtelen, hát de azért nem gyenge. Igen, tehát az marha gyenge. Magasan vagy, és egy viszonylag kis alapterületű kis betonpilléren állsz, de most Tóth kollégáról tudni kell, hogy ő aztán teljesen tériszonyos, oda fölvitték őket helikopterrel, valahogy lerakták oda, és azt mondta a Tóth Tibi, hogy mondták neki, hogy Tibike, nem nézünk le, előre nézünk a kamerában, és ha nagyon baj van, akkor már sikítunk, majd akkor jövünk, valaki megfogja a kezed, és úgy csinálták meg a klippet. Azt hiszem, ha legyen valaminek a klipje, nem? Na mindegy, majd utána nézünk. Az a lényeg, hogy ott ők már forgattak extrém helyszínen, sőt, az talán még extrémebb volt, mint a mostani. Ráadásul a Tibi az, akivel leginkább bele tud kapni a szél a zenekarba. A nagy felületbe könnyen. Hát ez személy, hogy engem ezért nem hívtak erre a forgatásra. Igen, felén egy gyere vendégzenésznek. Viszont most lehet esetleg szóval, nem? Beszállsz? Hát földobom persze a bulit. Egy mutatsz egy-két egy jó témát Tibinek. Hát a következő remezben már. Mutatom egy G. Azt talán meg ő is ismerik. Le fog fülelni. Le fogsz bukni szerintem. Szóval ez lesz ez a szerdai program. Már nagyon sokféleképpen mentünk a Harley Fesztiválra, ugye leginkább kamionnal. Ez volt a jellemző. Aztán kétszer voltunk, ugye? Így van, és volt olyan, hogy a végén motoroztunk, volt olyan, hogy végig kamionnal mentünk. Most azt gondoltuk, hogy akkor még egy csavart rakunk ebbe a Harley Fesztiválos történetbe. Ezért van a kompozás, és akkor utána 9-től meg Tihanyban vagyunk, vagy 9-kor vagyunk Tihanyban, és onnan átmegyünk a kamionnal. Ferenc, hagyd tegyek fel egy olyan kérdést, ami kérdést nyilván megfogalmazott a kedves hallgatókban is, hogy ők jöhetnek-e a kompra, és ha jöhetnek, hányan? Kedves János, ha már megkérdezted így ezt az, hogy korán sem irányított kérdés, senki előtt nem fogunk lebukni ezzel, gyalogosan lehet jönni, egy olyan 80 főt tudunk magunkkal vinni, mert lesznek... Gyalogosan a komping és integetni, amikor mi majd elmegyünk? Van, ott állnak százan. Vagy jönni velünk. Jönni velünk. Jöhettek velünk. 80 ember fölfér a kompra, mert lesz körülbelül azt hiszem 20-25 motoros, ugye, akik a fesztiválra igyekeznek. Motorra már nem nagyon lehet jönni, de gyalogosan lehet, és akkor vissza is tudtok jönni Tihanyból. Tehát Tihanyig velünk jöttök, ott vagy futtok a kamion mellett, az is megoldás, mert onnan mi kamionnal megyünk, vagy pedig visszajöttök a kompal Siófokra. Úgyhogy aki érdeklődik az esemény irányába. Ez a vagány. Jó, szerintem az nagyon. Figyelj, hajnali kompozás, és ráadásul ez ugye egy közel 3 órás út lesz, tehát nem csak így átmegyünk, mint ahogy a komp megy, hanem össze-vissza fogunk majd menni a Balaton. Én azt hittem, hogy csak, mit tudom, egy picit lassabban lépésben, de micsoda. Egyébként így torony iránt. Én mondtam a kapitánynak, akit egyébként Balú kapitánynak nevez a szakma, az nagyon vicces, mert ugye Balú kapitány egyébként repülőgépet vezetett, hogy szerintem egy simán benne van egy keszthely. Tehát, hogy beugrunk, ott van valami cuki, ami neked kedvenced, beszünk valamit. De mi a természetes áramlatokra fogjuk majd hagyni a kompot, amik nem nagyon vannak a Balaton. Keleti nyugati szélre. Igen, az vagány. 3 órán keresztül. Az Andyvel miről fogunk beszélgetni? Hát majd zenélnek, jó? Vagy nem tudom, büfét nyitunk. Az Andy jó fej, ne bánts már őket. Hát, nem azt mondta, hogy nem jó fej, csak zenéről, után elfogynak a Mötlikről lemez. Zenéről és gyereknevelésről. Mind a kettőben nagyon jó. Nagyon jó a dolog. Na, ha már zenéről beszéltünk, akkor zenélünk legyen már. Igen, zenéljünk, mert... Tegnap, na mindegy, elmondom. Majd elmondom később. Na, mondani akartam, hogy végre valahára láttam egy olyan filmet, amiről szívesen mesélek, meg mindenkinek előszeretettel ajánlanám, és mondanám, hogy nézzék meg, hogyha szeretik a jó akciós kifiket. Hallgassuk meg a zenét, jó? Na, jó, nehogy az, mert nem akarom, hallgassuk. Hogy az legyen, hogy elindítjuk a metárovatot, megint, ugye ilyenkor, amikor szabadok vagyunk, és akkor 3 perc. Legfeljebb csúsztunk volna egy kicsit, az inkább csak a Csabinak után. Probléma, illetve hanem a Garaminak, mert nem, ő ma nincs. Nem, neked lesz, mert jön be a főnök, hiszen a mi főnökünk nincs, ja, tényleg. Tudod, mi vagyunk. Ja, tényleg, igen. Visszacsúszunk Csicskába.
Nagy csicska, mi a zene? Na hát mi is lehetne más, mi a jövő héten kedden a mi Csabinkkal ott fogunk metalvillázni, headbangelni, csápolni, ugrálni és üvölteni az Iron Maiden budapesti koncertjén, úgyhogy hoztam egy akkora klasszikust, amekkora egyébként elég sok van az Iron Maiden repertoáriában, hiszen egy iszonyatosan régi és nagyon-nagyon fontos metalzenekarról van szó, a Power Slave-nek a nyitónótáját hoztam el, az Aces High-t. Az adjatok nekik, tegyétek oda Iron Maiden jövő héten kedden, de jegy már nincs. Azért az egyébként nem nagyon, hogyha esetleg lehet találni valahol fönt a neten, akkor a szerencsések szerintem repüljenek rá. Hogy viselkedsz egy ilyen koncerten? Én úgy megnéznék. Hát attól függ. De van olyan, hogy így még téged elkap a hív, és teljesen headbangelsz, van, ki tud vetkezni magából az ember. Hát amikor legutoljára ilyet tettem, akkor egy hétig utána nem tudtam gyakorlatilag, csak ilyen fejtámasztékkal, a kezemmel támasztva a fejemet tudtam egyébként egy pontra fókuszálni, mert egyébként mozgott a fejem. Mi volt a zenekar? Hát az már jó régen volt egyébként, és egy feldolgozást játszottak a Life Earth a Down-tól, amit én nagyon-nagyon szeretek, és akkor arra egy picit így beindultam. Most azért ez egy családi program lesz, Csabiékkal fönt fogunk ülni a kakasüllőn, Csabi Rómeóhoz, én meg Mónikát. Úgyhogy azért jó, én azért vagyok nagyon szerencsés ember, azért is, így a család tekintetében, mert Mónika nagyon szereti a Maidennek ezt az időszakát, és ismeri is a notákat, és ugyanúgy imádja, hát nálunk jó szokott lenni, amikor megérkezünk valahol, és kinyílik a kocsinak az ajta, és akkor már dübörög a metál, igen. Vezetés közben ez nem annyira szerencsés, de akkor picit visszafogottan szoktuk, de hogy, és ezek a noták, ezek zseniálisak. Hát én annak idején egyébként előbb voltam szerelmes a Maidennek a lemezborítóiba, mint magába a zenekarba. Ez is igaz. Igen, ez is igaz. Egyébként akkor még nem ismertük annyira egymást, de amikor megláttam a Killersnek, az Iron Maiden második albumának a borítóját, amin Eddie egy sikátorba áll egy olyan pillanatban, amikor mondjuk már valakit ott lenyomott, nem tudjuk, hogy kit nyomott le, mert hogy csak két kezet látszik. Látunk, aki kapaszkodik belé, az ő kezébe pedig egy balta van, amiről csöpög valami. Gyerekek vannak. Ja, tényleg, csöpög róla a juharszirup, és hát utána pedig folyamatosan minden egyes Iron Maiden albumnak a megjelenése, az egyrészt a borítón miatt, másrészt pedig a zseniális British heavy metal, New Wave of the British Heavy Metal számok miatt. Jövő hét kedden. Nagyon nagy ünnep volt. Ahogy mentek a koncertre, kérjük el a Csabitól azt, hogy fogjon téged vissza, tehát a kakasülőről szeretnéd bevetni magad a aréna közepébe. Nehogy összeverekedjük a kopaszokkal. Adjatok, hadd menjek oda, hadd menjek be a kígyóverembe, vagy hogy hívják első részt. Akkor mi legyen? Tehát fogjon vissza a Csabi, vagy hadd engedjen is tehetben. Szerintem csak a merchandising tekintetében kell majd visszafogni, hogy ne vegyek magamnak megint Iron Maiden pólókat, meg kulcstartókat, meg sapkát, meg nadrágot. Ezeket hordod is még, vagy csak legyen meg? Szerintem, hogy a klasszikus mintáról van szó, akkor azt nagyon szívesen felveszem, és hordom is. Úgyhogy jó, kedreggel Iron Maiden pólóban. Valamivel kell élni a Harris családnak, érted, és a Dickinson családnak, úgyhogy én gondolok rájuk is. Egy perccel múlt el fél hét, jelentkezhettek a Fekete-Fehér, igen, nemre, bár a helyzet az, hogy ugye 3-1 jelen pillanatban az állás, úgyhogy vittük ezt a hetet is, és ez most már a harmadik, amit egyfolytában sikerül a magunkénak tudni. Ez nagyon jó hír, de ajándékcsomag még van, úgyhogy lehet velünk játszani, SMS-ben tudtok jelentkezni, és a játékkal jövünk vissza Karolina hírei után. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, szevasztok, sokan kérdezik, hogy hát nem akarom idézni, hogy kérdezik, hogy a Balázsral mi van? Tegnap ő ezt jelezte előre, hogy ma nem lesz, mert egy picit pihengetnek a családdal, és a messzi távolba utaztak, és ezért szüksége volt erre a napra, mert ugye nem indulnak olyan gyorsan, meg sűrűn a gépek, mint mondjuk az 50-es villamos nálunk, hála jó Istennek. Hát nem, egyfelé. Hát nálunk rend van, Feri. Igen, jó, értem én, meg ha az ember nem vállal be nagy távolságot, bármikor el tud indulni. Ennyi. Nem az van, hogy majd a repülő megy egyszer egy nap, vagy két naponta. Értem. 50-es villamos jön megbízhatóan. Ha, passzus, ennyi. De, jön. De mondjuk őket sértem, miért nem mennek Maglódra nyaralni? Hát nem tudom. Vagy Maglód nyaralóra nyaral. Lehet, hogy mert ott már voltak, tudod? Ja. És akkor most egy távolabbi úti cél van, de hétfőn már itt lesz. Rápihen a jövő heti kis turnénkra. Még egyszer Alsóörs szerda, illetve Siófokról indulunk, és utána pedig csütörtökön Sárvár. Egy pár SMS a zenéről. Jani, Feri, eddig nem voltam oda a rockzenéért, és ezek után sem leszek, Petyke. Semmi baj. De egyébként nem ez a jellemző, nagyon-nagyon sokan imádták. Attól szép a világ, hogy mindenkinek nő benne virág, ahogy szoktam mondani, volt. Te költő, te! Vagy ezt nem te írtad? De. Ja, azért, nagyon szép. Nagyon más tolával nem ékeskedni. Nagyon szép sorok voltak, most pedig mindjárt meghallgatjuk, hogy kivel is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem.
felkészültél? Jól gondold meg a választ. Na! Egy ediset a végére. Fatime, hello! Sziasztok! Szia! Szia. Fatime vagy Fatima? Fatime. Fatim. Sokan eltévesztik. Hát igen, mert ugye van egy híres Fatima. Igen. Fekete vonatból. Igen, igen, és igen, ő ugye igen, Fatima, igen. És akkor valószínűleg nagyon sokan igen. így apostrofálnak. Igen, nagyon is. Sokan. De nem haragszol. Mi a különbség a kettő közt? Már ugye az egyiknek a másiknak el a vége? Basszus, igen, azon tényleg, kívül a Fatima az a magyar neve, vagy a magyar változata, a Fatima az meg az arab változata. Aha, tehát akkor te az arab változat munkatársa vagy, de hogy miért? Mert a családban van? Nem, én a magyarnak vagyok a változata. Ja, tehát a magyar vagy. Aha. Igen, az a magyarosított a Fatime. Aha. És de nem volt ilyen, hogy ettek egy ízét falafelt anyádék, mielőtt megszülettél. Mi volt, tényleg mi volt az indítatás, elmondták? Elmondta, anya nézett egy sorozatot akkor, amikor velem terhes volt, és akkor írták ki, hogy film ment, és írták ki a stáblistát, akkor volt a Fatima név, aha. És neki ez úgy megtetszett, de hát az olyan arabos meg, ne, nézzük meg, nincs a magyar. Hát volt magyar Fatima, úgyhogy így lett. De nagyon aranyos a kis neve, de én nekem tetszik ez a Fatima. Köszönöm szépen, én is szeretem. Jó, hát ilyen alapon mondjuk lehetél volna Obi-Wan Kenobi is, de hogy hál' Istennek, akkor nem ezt csillagok. Akkor még nem ment, amikor én születtem ez a film, úgyhogy az nem lehet. Az nem lehet. Ezzel a hanggal te nem lehetsz több kusznál. Nem. Uh-huh. Magasan van hagyva a hangsúly. Érted. Nem vagyok. De igen. Nem, mennyi vagy? Meg szabad ezt kérdezni? 21 éves. Hát akkor azért már volt csillagok háborúja, hát 21 éve, csak mondom, hogy akkor már igencsak dübörgött. Fatime, honnan hívsz bennünket? Máj. Na és ki lesz az áldozatod, a János vagy én? Jani. Jaj, de okos döntés ez. Na, a hallgatók ugye elbukták ezt a hetet, mert 3-1, tehát szépítesz, lesz egy ajándékcsomagot. Hát szépíteni szeretnék, nekem az bőven jó lenne. Igen, mindenki így áll ezzel, hogy nyerni szeretne. Jó, akkor el is indulunk, 3-2-1, tessék! Szia, szeretnél kérdezni? Fatima, ugye? Fatime, elvel a végén. Elvel a végén, jó. Szereted az kifiket? Szereted a mozit? A jó blockbustereket? Is. Uh-huh. Tom Cruise filmek? Júj, azt persze. Szereted? Tegnap láttam az új Tom Cruise filmet. Mi majd itthon megnézzük. Nem á! De. Moziba. Ne, moziba. Ott néztem tegnap. Óriási. Komolyan mondom neked, hogy a District 9 óta ez a legjobb ski film, amit láttam. Láttad a 9-es körzetet? Fú, azt szerintem most így és moziba láttad? Aha. Vagy otthon? Otthon vagy moziba? Otthon? Itthon szoktunk. Ja, péntek van. Fatime drágám, én ezt úgy megóvnám, hogy öröm lenne nézni, illetve hallgatni a dolgot, mert hát hogy is mondjam, a passzivitás határát súroltad. Ahhoz, hogy nem mondjuk ki a nemet, ahhoz azért vannak más utak is, mint hogy hallgatunk, és hogy keressük a szavakat. Nem baj? Nem baj. Te nagyon cuki voltál, küzdöttél, harcoltál, én is. Csak mondom, mielőtt megjönnek, hogy én azt mondtam, hogy ne. Így tehát van. Nem azt mondtam, hogy nem. Így van, én is fölkaptam a fejem rá, de aztán javítottam saját magam. Fatime! Igen, megvan az ajándékcsomag. Hát, figyelj, nincs, ha a főnök itt lenne, már nem élnél. Jó, tudom, már elindulnának máiba a csapatok, hogy magukkal hozzanak, és valami csúnya dolog történjen veled, de hát a János nagyon jó lelkű, úgyhogy ő odaadta ezt a pontot. Szépen. Bizony. Gyakorlatilag a hetet már nem befolyásolja, de neked meg legyen egy ajándékcsomagod, jó? Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, és a holapa, tehát moziban nézd meg, jó. Ne otthon, megéri, jó. Tényleg, hidd el, inkább légy cibos. Szerinted Fatime érdekli. Majd elmegyünk, megnézzük moziban. De most tényleg. Már nem érdekel. Nem, már megvan meg a kis csomagja. Igen, a hétnek már jól vagy, a hétvégének jól fut neki, úgyhogy. Vigyázz magadra, Fatime, szia. Köszönöm, szia, jó, köszönöm, sziasztok. Na, hát akkor 3-2 a hétvég eredménye. Gratulálunk saját magunknak, a Szignál marad, ugye a Verhetetlen Rádiós Trió. 2 perc múlva lesz 7 óra. A következő óra elején fölhívjuk majd Wolf Katit, akit ugye egyszer már zargattunk, a kínai kiküldetésre. Azt a hongkongi nőt, nem? Igen, a hongkongi nőt, aki egy éve most már ott van, de hazajön a nyárra, és ő ezt már nagyon várja, és ezzel kapcsolatosan már most kérdezzük a hallgatókat, hogy olyan van-e közöttetek, aki
elköltözött munka miatt, hát elsősorban külföldre, de ha mondjuk a ország egyik végéből a másikba, már az is érdekes lehet, hogy külföldről hazajöttél, mert valami hiányzott, mert valamit nem találtál ott meg, akkor meséljetek nekünk erről SMS-ben. Jó, ezeket várjuk, és akkor Wolf Katival beszélünk hét után. Egy perc múlva 4:18, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, 47-es út, 74-es kilométer, Csökmű után rendőr KPM, katasztrófa védelem, kontroll, cső Sanyi, köszönjük neked Sanyi, Kalocsán a Miskei úti laktanyához most állt ki a trafi, 6:40-kor Kecskeméten Erzsébet körúton trafi, 50-es a limit. Tamás Petőfi laktanya előtt a Budaörsi úton gázolás van. Pali Futáli írta nekünk, ez vélhetőleg ugye a kifelé vezető oldal, mert azt hiszem, hogy a másik oldalon a befelé vezetőn ott nem is lehet gyalogosan átmenni, de ez nem biztos. Feri, ebben csak annyira tudok a partnered lenni, hogy rád nézek okosan, illetve bologatok. Oké, okay, ez nekem ez most elég? Pont elég, igen, mert itt van a megerősítő SMS Ontatlontól, aki a Petőfi laktanyáról ír, szintén kifelé vezető úton. Az ott nagyon macerás, és ráadásul az autósok elfelejtik azt az egyszerű szabályt, hogyha párhuzamos közlekedés van, akkor... és egy autó megáll a zebra előtt, akkor te nem mehetsz el. Nem, hát. Na, hát ott valószínűleg az van, hogy kisétáltak az autótól szegény gyalogos, és hát történt vele valami. Valami. Egy már a fenében. Miért csinálod ezt? Ez egy fontos hír. Az a baj, hogy ez nem, de nincs a szemem előtt a hely. Pető, mész kifelé a Budaörsi. A Pető talaktani az megvan egyébként. Na, előtte van egy gyalogos átkelő, igen, illetve van kettő is. A egyik közelebb a városhoz, a másik pedig. Szerintem lehet, hogy egy picit távolabb talán. Nagyon, nagyon jó vagy. És ott mind a kettő elég macerás, tehát ha valaki megállt, és mellette egy másik autós elmegy, onnan ki lehet lépni. Lépni. Na, ez a lényege. Nyege. Szemét vagy. Figyelj, mit tudsz az időről azon ki, hogy sohasem meg nem áll? Hogy a hétvégén... Mi van veled? Figyelj, a hétvégén jó lesz? Nagyon jó idő lesz, 20 fok körülbelül és eső. Mert ez most egy picit engem megijeszt. A hétvégén mindenképpen ki akarunk menni a Deák térre, ahol fel van állítva most ez a Budapest áj. Áj? És áj, igen. És ott megállnak egy pillanatra. Ti is megálltok és megnézitek. Figyelj, befizetném a gyereket. Fizessed, de csak te nem menjél föl, mert azért ármódoknak már sok pénz nem lesz. Nem tudom, hogy mennyi a menetidő, mert akkor befizetnék, és közben még elmennénk moziba. Na most elárulom neked 10 perc, mennyi? Hogy ráadásul van VIP kabin, az picit drágább a VIP kabin. Akkor azt használja valaki sok szeretettel. De nem, úgy van, hogy az teljesen sötét, és ott lehet bármit 10 percig. Aha. Ha érted, mire gondolok. Tehát, hogy a Virág oda nem ül be, hanem ti ketten azt mondjátok, hogy Virág itt már nincs hely, beül egy sima kabinba. Az a baj, Feri, hogy a heti egy most nem szombatra jön ki. Egyébként az zseniális. Én már múltkor is nagyon örültem neki, hogy ezt fölállították. Egy nagyon jó látványos. Fie, a London Eye-hoz képest nyilván kisebb, de a londoniak is imádják az övékét. És itt is a turisták mennek, fölmész, látszik a vár, gyönyörű panoráma. Ez ilyen mobil cucc, ugye? Tehát, hogy valameddig, igen, lesz, és utána megint a szigeten lesz? Valószínűleg viszik. Vagy átviszik ki oda? Aha, igen, igen. Uh-huh. Akkor inkább mi próbálunk ilyen szigetre, olyan hepehúpásat alak. Hát meg, mire te kimész a szigetre? Hát, mondjuk ez is igaz. Bár, hozzáteszem, most így nézegetem a szigeten fellépő idei bandákat, és van egy-kettő, ami mondjuk esetleg érdekelne. Hate Bridge, Skillet. Hate Bridge? Nem, ez egy zenekar, csak a neve fura. Igen, egy picikét, igen. Jó, majd kiviszlek akkor, én mindig megyek, per jó, én szeretem. DTM futam viszont a hétvégén, a Hungaroringi pályán, a tegnapi napon, hát megszortuk a hallgatóikat jegyekkel, akik ott voltak. Hát, mert tudtak. Igen, nagyon nehéz kérdéseim voltak. Mindenki tudott válaszolni, séróval a tudás alapú kérdésekre. Hányat mutatok meg ilyenek? Igen, hány éves vagy, mi a neved, nem baj, nyertek, viszont minden nap van ugye páros jegyünk, így a mai napon is. Azt elmondom azért nektek, hogy 7 év alatti gyerekeket ingyenesen lehet kivinni, tehát mondjuk szerintem egy 6 éves férfi ember, aki érdeklődik az autósport után, azért az már szívesen kimegy, vagy ő már szívesen kimegy, viszont apunak meg anyuknak akkor tudunk adni egy páros DTM jegyet a hétvégi futamra. Három féle autó márka versenyez ugye a német túraautó bajnokságban, a Mercedes, az Audi és a BMW, úgyhogy itt ilyen autók vannak, és van egy ide vonatkozó kérdésünk. János! Nagyon figyeljetek! Nagyon fogunk! Hány körből áll a DTM magyar futama? Természetesen a versenyre értjük ezt, a teszteléseket nem, mert ugye az egyébként, hogy nem mindenkinél ugyanannyi, de hány versenykörből áll, akkor így fogalmazok, áll a DTM magyar futama. Ezt írjátok meg nekünk, az SMS számunk 0670-645-0000 kiszöszik, barnák és vöröszek. Két jegyű? Micsoda? Két jegyű?
Igen. Ja, köszönöm szépen. Csak mondom, legyen. Igen, és az egyik egyes. Ennek az órának a végén ne segítsünk többet, ennek az órának a végén hívunk majd valakit, aki akkor viszi a 2 darab DTM jegyet a hétvégére. Ígértük nektek Wolf Katalin művésznőt, akit mi nagyon szeretünk, a dalait nagyon szeretjük, az éneklését nagyon szeretjük, és most már nem tudtuk őt hallgatni élőben, tehát nem voltak koncertjei, mert egy évvel ezelőtt fogta magát, és a férje után ment, kérlek szépen, Hongkongba a 2 fő gyerekükkel egyetemben. Apa ugyanis ott kapott állást. Egyszer beszéltünk vele, és elmondta, hogy nagyon-nagyon furcsa kint minden, óriási, nagyon-nagyon zsúfolt, nagyon hangos, nagyon zajos, ő nem érzi túl jól magát kint, és szeretne már hazajönni. Most az a hír van, hogy a napokon belül ugye hazaérkezik Budapestre, és újra beleveti magát a nyári könnyűzenei turné sorozatba. Jó lesz, nekem hiányzik, én nagyon szeretem a Katit, emberileg is, ahogy énekel, azt meg már többször elmondtam, hogy szerintem zseniális, úgyhogy szerintem jó lesz, hogy hazatér majd. Igen, többször elmondta, ezt én is meg tudom erősíteni. Én is imádom a Katit, nagyon szeretem a számait, nagyon szeretem a hangját, és ez szerintem egyébként emberileg ez egy nagyon szép dolog volt, hogy azt mondta, hogy akkor egy kicsit karriert a súlyba dobjuk, aha, és akkor éljen a család. Úgy, hogy pont beindult a karrier, ugye az X-faktoros részvétel után, fölkapta őt a szakma, elkezdték hívni koncertekre, és akkor egyszer csak jön apa is, képzeld el, leütök otthon, hogy hát életem, értelek, hogy nagyon megy a dolog, de akkor menjünk. Vastag Csabi mellett úgyis viszonylag kevés fellépés jut. Úgyhogy... Jó, hát van a minőség, meg a mennyiség. De hát Csabi leigázza a piacon. Itt is van velünk Wolf Kati! Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Hát hello, hány óra hallottok van? Hallottok most? Igen, nagyon tökéletesen. Jó. Várjál, és te bennünket. Ugyanezen a telefonon, akkor csak ilyen alfa holdbázis hangok voltak. Igen, megjavult valószínűleg a wifi kapcsolatot Hongkongban. Hány óra van nálatok most? Ebéd után vagyunk, 1:45. Uh-huh. És akkor vége van az ebédnek, de mi hamarosan indulsz a gyerekekére az iskolába. Állítom, van mind a kettő betegek voltak, úgyhogy... Ó, szegény. Mit ebédeltetek? Főztél valami hazait? Egy jó paprikás krumplit? Rántott jó volt, kérlek szépen, krumplival. A vasárnapi ebéd, ezt tűntjél, kabátos husi. És holnap mákos tészta lesz, mert valaki becsempészte. Mákos tészta? Készültek a VB-re? Ja. Ez egy régi történet a mákos tésztával. Nem is emelted be egyébként az otthoni konyhába a helyi specialitásokat? Tehát maradtál teljesen a magyar? De egy-két dolgot beemeltem, meg megcsináltam. Valamire nagyon-nagyon rákattantunk egyébként. Sok finom cucc van, mert ilyen zöldséges, meg mondjuk rizst, meg csirkét egy ideig nem szeretnék látni, hogyha azzal megyek. De ezek a tészták, meg nem tudom én. Vannak jók, de hát úgy finoman visszafogottan. A csajok azok nincsenek nagyon odaérte, úgyhogy inkább csak mi eztük felnőttek. Gyerekként nehéz azért megszokni azt az ízt, ha nem abban szocializálódtál, tehát születés óta úgy azért nem egy könnyű a dolog. Mikor érkezel haza? Hát itt júni végéig tart a suli, és akkor ahogy lehet tűzött. Tehát júliusban már fellépek otthon. Olyan régen beszélgettünk már, hogy már nem is emlékszem, megkérdeztük, hogy a gyerekek két nyelven beszélnek-e, vagy tanulnak-e, vagy pedig csak egy? Az van, hogy járnak, nemzetközi suliba járnak, és tanulnak angolul, meg van kínai óra is egyébként, de hát az sokkal kevesebb, mint az angol. Ha majd meglátjuk, azért ez lassabban megy, mint ahogy az ember gondolja, úgyhogy fél éve járnak, ugye január-február óta. Hát még nem tudom, mi van a fejükben. Biztos, hogy ülepszik. A kínait egyébként jobban csípik, mert mi állandóan az angolt toljuk, és akkor ők szembe mennek ezzel. De mondjuk nincs még itthon az, hogy folyékonyan dumálnának. Uh-huh. És tudok már rendelni mondjuk kaját kínaiul, és azt is hozzák ki azt, amit rendeltek? Nem rendelnek, de volt olyan, hogy voltunk egy ilyen újévi műsoron, amikor 3 hete járt a gyerek suliba, és volt egy nagy kínai köszöntő az elején, és akkor valamit ott röhögtünk, humorkodtunk az Ákossal, hogy mit mond, és akkor rám nézett a gyerek, hogy nem azt mondja. Mondott 3 szót lefogított. 3 hét alatt? Ú, de jó. Figyelj, aha, igen. Ti meg ott röhögtetek? Hát nem. Aha, igen. És akkor a gyerek meg volt, hogy nem, anya, nem azt mondják, hanem volt egy nagyon kedves tanár, aki nem régiben elhunyt is. ciki. Na, volt egy érdekes elszólásod most az előbb, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább. Benne van a pakliban az, hogy visszamentek? Hát nem, nincs. Mi most hazamegyünk és otthon maradunk. Aha, akárhova akar menni a férjed, mi? Mert most ugye ő miatt tovább.
Igen, igen. Óriási kaland volt, meg iszonyatos hihetetlen. Azt hallottam, hogy beszéltetek arról, hogy külföldre szakadni, meg kimenni. Nem könnyű szerintem. Aki ezt fontolgatja, gondolja meg nagyon, és fiatalon, amikor még se kutyát, se macskát, főleg gyerek, szóval, vagy nagyon-nagyon kicsi gyerekkel. Aha. Szerintem nem egyszerű, és nekünk nagyon-nagyon hiányzik minden. Tehát eltelt itt, mit tudom én, 9 hónap, és nekem nem változott semmit, se a honvágy, se azt, hogy az otthoniak, vagy minden pillanatban van bennem egy ilyen nagyon erős hazavágy. Szerintem az nem tudom, mennyi idő kell, hogy az elmúljon. Hát, nyilván én is egy ilyen parázósabb anyuka vagyok, mindig üzélek, hogy a gyerekekkel mi van. Aki nálam keményebb, annak valószínűleg jobban megy. Vannak itt 10 gyerekes családok, hisz le a kalapra nagyon keményen csinálják, de nekem nagyon hiányzik. Figyelj! Kérdező gyerekeknek is, szóval Kínába, vagy Hongkongba, mindegy, hogy most miről beszélünk, mert hogy gyakorlatilag ugye majd, hogy nem ugyanarról van szó, csak ugye gazdaságilag egy picit, talán Hongkong nem picit fejlettebb, mint mondjuk a Kína többi része. Igen, mert visszahúzza őket Kína, hogy ha ott lebabázik egy külföldi állampolgár hölgy, akkor belőle ilyen kettős állampolgár lesz, tehát ott ő automatikusan megkapja a kínai állampolgárságot, mint ahogy mondjuk az Egyesült Államokban szokott ez történni? Hát drága Jani, kapcsolom neked a főkonzulátust. Ja, hogy ne kérdezzék, de elméletileg igen, megkaphatod. A... Igen, ne is figyelj oda, tudod milyen ilyenkor péntek reggel. Nem, csak arra gondoltam most, hogy érted, mi amikor valamilyen másik helyen vagyunk, a családdal, illetve a feleségemmel, akkor mindig megihlet minket a hely, tudod, egy kicsit kapunk egy újabb lendületet, és akkor hát esetleg becsúszhat valami kis baleset. Gondoltam, hogy nálatok is azért a más levegő. Igen, például akkor parancslapon tői lesz. Nem volt. Terve vál a 9 hónap valóban erre pont elé. A szomszéd gigamagas épületben lakik egy lány, aki 2 hét múlva ül. Én megkérdezem neked, Jani, üzenek, szerintem nem lesz automatikusan itteni a honfogat. Valami kell. Ja, és akkor ők is magyarok, és jóban vagytok velük? Igen. Azért vannak itt magyarok, nem sokan, de a közvetlen környezetünkben is vannak kisgyerekesek is, úgyhogy persze velük azért. Figyelj, sikerült megszoknod ezt a helyet? Mert lehet, hogy egyébként azért vágysz haza, mert annyira nem szoktad, vagy nem szeretted meg. Hát, nagyon messze van. Sokat gondolkodtunk azon, hogyha ezt a kalandot mondjuk Európában ugorjuk meg, ami nyilván egyébként más is lett volna, mert az emberből sokkal több mindent előhoz, hogyha nagyon kiszakítják a komfortzónájából. Tehát, hogy a világ másik felére, teljesen más kultúrában, teljesen más szokások közé, de én azt gondolom, hogy akkor is nagyon erős lenne a honvágy, csak mondjuk, mit tudom én, Németországból, ha tele van a hócipőd, akkor rollerra hazamész, tehát bárhogy. Innen mondjuk nem. Hát vagy nehezebb rollerezni, ugye van egy pár akadály az úton. Figyelj, mi az, amit nagyon gyűlölsz kint? Tehát amire azt mondod, hogy nem gondoltam volna, hogy ez ilyen lesz, nem számítottam rá, de nem is fogom soha megszeretni, sőt, egyenesen utálom. Amikor rátelefonálunk. Hát... Az brutális. Tehát, hogy ezen túl karácsonyot egy nappal fogok kávézgatni a bármelyik plázába Budapesten, és azt mondani, hogy milyen szellős. A elképesztő mennyiségű ember, és olyan, tudod, mindenkinek megvan a kör, hogy miben ne lépje, nem tudom, hogy hívják ezt, hogy az aurát, hogy amiben már ne lépje, hát azt itt elveszted. És nincs benne semmi agresszió, mert kedvesek, aranyosak, de egyszerűen annyian vannak, hogy nem tudom, hogy félnek el. És szerintem, ha nem ebbe szület, nem tudom, hogy szokod meg. A megszokhatatlan, mert gondolom, reggel, este, éjszaka mindig ugyanannyian vannak. Így van, abszolút. Hát hétvégén nem szabad elmenni mondjuk a turista helyre, mert az tényleg, amit egy rockkoncerten lennél a dühöngőben. Csak nem szól zene. Igen, vagy más zene szól. De kár, hogy nem szereted meg, annyira magam elé képzeltem, hogy annak idején Celine Dion is indult svájci színekben az Eurovízión, hogy te is indulnál, esetleg hongkongi színekben az Ázsia vízión. Ha van hát ő énekelt mandarin nyelven itt valami nagy... Celine Dion? Aha, igen, nagyon kemény, egy egész dalt megtanult mandarinul. És te nem akarsz ott egy kis karriert építeni? Figyelj, mert ott az van, hogy sok ember lakik Kínában, ha csak egy 5%-ot megfogsz a tehetségeddel, akkor már multimilliárd. Hát de egyébként igen. Ugye? Nem, én nem ezzel a tervel jöttem, és egyébként a legjobb része az volt, hogy én megint csak anya voltam, és a csajokkal is, mintha tényleg össze
bújva, zárva, tündériek, ők kivirultak, megnőtt az arcuk. Nekem nagyon-nagyon jó volt itt lenni velük, itthon lenni, egy kicsit visszavenni, és most már marhára megéheztem meginnat, hogy énekeljek, meg megdolgozzak, úgyhogy én nekem itt egyetlen porcikám se kívánta. Meg ott se könnyű befutni, meg megtartani, azt szerintem egy ekkora helyen, nem tudom, ahhoz, ha nem tudom. Ha valami különlegesség kéne, ha valami különlegesség kéne, növesz például szakált, mint Conchita Wurst. Igen. Nem tudom, hallottál-e róla a távoli Kínában. Hát igen, de most érted, Kínában, ahol az összes operát férfiak éneklik, akik brutálul nőre vannak maszkírozva, olyan nagyon szerintem nem lennének rajta megvetőtlen. Hát az egy jó szakállal szerintem ott még lehet valamit csinálni. Mit szólsz egyébként a fiúhoz, vagy lányhoz, Conchitához? Ez szerintem a fiú, aki nőnek költözik. Szerintem is, igen. Hallottam a dalát, nem volt rossz, szerintem nem ő volt a legjobb, de nem volt rossz a dala. Hát ugye, ő az Eurovíziós Dalfesztivált nyerte meg, azt ne felejtsük el, hogy ez mindig helyszíne volt az extra dolgoknak, uh-huh. meg az ilyen divás, meg fiúk lánynak költözve. Én szerintem... Itt most nem bájolászra hogy ő olyat talált ki, ami még nem volt. Ez a show businessben mindig egy zseniális húzás. Hogy érted, 2014 van, de ő csinált valamit, ki nem tudja a színpadra, hogy még senki, pedig már mindenki mindent csinál a színpadon, tényleg mindent. És akkor ő hozott valami újat. Aha. Nem baj, pár év múlva majd azon fogunk csodálkozni, hogy nők nőnek öltöznek, férfiak meg férfinak. Egyébként, Kati, volt kint fellépésed Hongkongban, mondjuk az ottani magyar kolónia előtt, vagy ezeket a fellépéseket mind Ákos nem, csinálja? Nem is szerettem volna tolongani, nem. Én itt tényleg anya lettem. Anya, feleség, főzöcskézek minden nap, és közben meg gondolkodom, hogy otthon milyen új műsoraim lesznek, és valahogy én otthon nézem magam, úgyhogy ott ismerem a közönséget. Szerintem nehéz úgy fölmenni a színpadra. Azt se tudom, hogy ezek az emberek, most itt 9 hónap alatt én annyira nem ismertem meg a hongkongiakat, meg a kínaiakat, hogy ők mit szeretnek. Otthon fölmegyek a színpadra, belenézek a szemekbe, és tudom, hogy mi van, akkor is, ha senki nem szól semmit. Szerintem nyilván egy művész csak adja magát, de ez nem mindegy, hogy kinek mit és hogyan. Aha, nyilván a közösség az inspirál. Mi az első koncert, ami már megvan? Tudod-e fejből? Hú, hát azt tudom, hogy júli 5, de nem tudom, hogy hol. Jó, akkor júli 5-én az egész ország várni fog valahol, jó? Ahova odaérsz, akkor jó, az lesz a föl lesz, már a közösségi oldalamon egyébként ezek most már aztán fölkerülnek, mert hál' Istennek úgy tudom, hogy azért elég sok helyre el fog jutni megint otthon, és baromira várom. Egyébként hadd használjam ki az alkalmat, hogy a kitartó, hihetetlen, édes és türelmes Facebook csapatomnak, főleg a Cipet csapatnak sok puszit küldjek. Nem felejtettek el, nem hagytak szomorkodni, nagyon cukik. Meg hát kell az a pár új like is, ahogy visszatérsz, úgyhogy ez egy kis felhívás volt azoknak, akik még nem csatlakoztak hozzád. Kati, akkor várunk haza, nagyon örülünk, hogy hallottunk, ezt az egy hónapot már fél lábon is kibírjátok. Igen, nagyon aranyosak vagytok, hogy hívtatok, köszönöm szépen. És a rántotus meg felejtsd el, most már nem divat a közétkeztetésben, ahogy az egyik kedves hallgatók is írja, hogy te kockára teszed a gyerekeknek az egészségedet. Viccel természetesen. Hetente kétszer, hallod? Szörnyű. Micsoda felelőtlen anya. Na jó, nem kétszer, hanem háromszor. Puszi, Kati, köszönjük szépen. Volsz, Kati, Hongkongból. Szia! Hello! Ám marha nehéz lehet. Te 9 hónapig kint senki, akit eddig ismertél, az nincs ott veled. Nagyon komoly, nagyon komoly. Még egyszer a DTM kérdést gyorsan mondjuk el, mert az óra második felében sorsolunk majd. Ugye a hétvégi futamra egy páros belépőjegyet szeretnénk adni nektek. A hétvégén német túrautóbajnokság, de a kérdés, benn van egy nagyon nagy csavar, nagyon nehéz lesz. Hány versenykörből áll a DTM magyar futama? És annyi segítünk, hogy az egyik száma 4-es. Menj már! Nem már! Hogy lehetsz ilyen? Gyakorlatilag elárultad. Elárultam mindent, amiben hittünk, Feri. Hogy a játék tisztessége. Most azok is tudnak játszani, akik eddig nem tudták. Küldjétek gyorsan a 0676450000 számra. Az óra második felében sorsolunk majd. Miért vágod le a végéről azért, mert a röhögést? Hogy nehogy azt higgyék, hogy nem, megint mert jön egy fekete fér, igen, nem? Nem, mert én kértem. Azt tényleg? Mondtam, hogy most szemét. Ez a ilyen hanggal, akinek ilyen hangja van, az itt ne röhögcséljen. Milyen hangú ez az ember?
Kicsoda? Michael? Michael? A Michael? Michael végén nem lehet nevetni. Én imádom ezt a számot. Mindig várom a végén röhögést, és állandóan valaki levágja, megőrül. Ez már benne ki csak a izé. Nyisd le, tudod, és akkor a kárcon betold. Ott csak a legvégét. Minden ja, most már nem tudod. Minden idők egyik legjobb videoklipje. Jó, majd ki fogom neked másolni csak a nevet is, egy órás izére, kazettára. Jó, köszönöm szépen előre is. Egy krómos kazira, és akkor körbe hallgathatod. Jó, ne haragudj, János, nem tehetünk róla. 2 percen múlt el 3:48. Jó reggelt, sziasztok! Még mindig van fennakadás a Budaörsi úton, kifelé a laktanyánál, ott gyalogos gázolás volt. Egyéb közlekedési híreket nem tudnék mondani, mert a DTM játékot nagyon okosan berobbantottuk, hogy akik korábban kelnek, azoknak is legyen lehetőségük, mert ugye általában 10 óra előtt játszottuk ezt a játékot. Arra gondoltunk, hogy most így 7 és 8 közé tesszük, hogy aki akkor már nem tud hallgatni, akkor is sikerüljön nekik játszani, vagy azoknak is sikerüljön játszani, akik olyankor nincsenek már velünk. És hát az van, hogy János miután elárulta a helyes választ, és csak sorrendbe hát vagy rávezettél, várjál. Az első kérdés feltevésnél felhangzott az, hogy ugye 1-es, aztán elhangzott az, hogy 4-es. Na most aki ebből a 38-at küldte el. Illetve a 14-ed. Hát a 14 még jó, abban benne van a 2 szám, de aki a 38-at küldte el, na ővele azért dumálnék majd egyszer egy rövidet. Ő nem bízik bennem. Na, a Bodolyai nem lett egy gyerek jó indulatú. Fél biztos, hogy nem át akar verni. Ne küld a 41-et, szerintem kevesebb 38. Hát csak 38 lehet. Akkor tárcsázzuk is a nyertesünket. Ugye az volt a kérdés, hogy a hétvégi futamon a Hungaroringen hány versenykört futnak majd a DTMS autó. És a helyes válasz is ki fogjuk mindjárt deríteni, ha valakinek még ezután sem lett tiszta. Halló, tessék! Ha lehalkítod a rádiót, tudunk beszélgetni, ez a Morning Show Janival és Ferivel. Sziasztok! Hello! Mondasz egy keresztnevet? Tibor. Aha. Szerinted örülni fog a te 8 éves gyereket, Tibor? Hú, szerintem nagyon. Mert ha igen, akkor ebben az esetben adnánk neked 2 darab belépőjegyet a hétvégi futamra. Jó, wunderbar. Melyik a kedvenc autósportja, vagy mindegy, neki csak hangos legyen és menjenek az autó. Tök mindegy. Na, hát akkor ezt is élvezni fogja, már csak azért is, mert tényleg hihetetlen sebesség, meg nagyon sok akció van a DTM-ben, úgyhogy érezzétek jól magatokat, egy 2 személyes belépőjegy a tiétek, úgyhogy szombaton és vasárnap is várnak benneteket a Hungaroringen. Tudtok jönni, ugye most nem az lesz, hogy ja, ez most lesz, akkor nem jövök. Jó, figyeljétek, nem tudtam sajnos menni a hétvégén, de legyetek mindenképpen ott a Deutsche Tourenwagen Masters első magyarországi futamán a Hungaroringen, és azért azok kedvéért, akik nem tudják, vagy még nem hallották ezt, amikor beszéltünk róla adásban, elmondjuk, hogy ezen a versenysorozaton olyan nagyszerű egykori Forma 1-es pilóták is már megmérettették magukat, mint például Jean Alesi, Mika Hakkinen, Ralf Schumacher, vagy éppen a Heinz Harald Frentzen. Így van, és most is vannak olyanok, akik már mentek Forma 1-ben, ugye itt a mostani futamban is, úgyhogy már csak ezért is érdemes nézni. A helyes választ még azért áruld el, mert már annyira körbeírtuk, hogy aki ebből nem tudja, azt nem is tudom hova tegyem. Mennyi? Ez 41 körös. Úgy, de jó, így van, 41-es. 179 kilométer. Kicsit készült. Gratulálunk még egyszer a jegyhez, érezzétek jól magatokat, szevasz. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Na hát akkor az ilyen nehéz volt. Még ma van egy játékunk, nagyon nagy játékunk Sony ajándékokért. Ugye van egy Xperia telefonunk, egy Uber Giga menő csúcskészülék, és egy ugyanilyen jellemzőkkel ellátott, nagyon HD, nagyon izé, majd megnézem a papíron, mert én így műszakilag nem vagyok túl erős, és akkor el tudom mondani, hogy a Sony TV pontosan mit tud. Így van, ez egy körülbelül 140 cm-es 4K-s tévé, ami azt jelenti, hogy a HD-nak mondjuk a 4-szeres, a Full HD-nak pedig a 2-szeres a tudománya annak a hatalmas készüléknek, amit majd meg lehet nyerni, de csak azután, hogy megnézhettétek a haverjaitoktokkal együtt rajta a VB-t. Na, akkor mondom, hogy ugye ez a végeredményünk, vagy a végső ajándékunk, de ma lehet választani egy 32-szoros Full HD Sony Smart LED tévét, vagy egy Xperia Z1 kompakt telefonot.
Így van, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a hármasugrás játékunk kimenetelétől függetlenül a hármasugrás játékosnak van egy garantált sony ajándékcsomagja. Így van, plusz ő lesz majd ugye a hétfői játékosunk. Hát körülbelül ennyi, nagyon gazdagon osztjuk ezeket az ajándékokat így a foci VB közelettével, de ez majd 10 óra előtt fog kiderülni, és 10 után küldjétek azokat az SMS-eket, amik a foci VB-t tartalmazzák, ugye azzal lehet bekerülni a játékba. Most pedig rányítunk Óven bácsira és Beru nénire. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Jó reggelt, Nóra! Jó reggelt, sziasztok! Hogy megy a forgalom a benzinkúton? Megy, megy, köszönjük. Kutas szépen. Vagy? Benzinkúton dolgozom, így van. És most is szolgálatban vagy otthon? Természetesen, 5-től 5-ig. Reggel 5-től este 5-ig, 12 igen. óra? Így van. Nagyon kemény. Település hol van? Esztergom. Esztergom. Híres esztergomi kutas lányok, te. Aha. De melyik részét csinálod? Te a kasszás vagy, vagy te mész oda aranyos kis szettedben és megtankolod a kocsit? Teljesen univerzális vagyok. Tehát irodában is, kasszában is, tankolok is, minden. És melyik? Az osztrák, a hazai, a kagylós, vagy a soklábú? Osztrák. Osztrák. Az osztrákos vagy te. És egyedül vagy az egész kúton? Nem, itt van az egyik kis kollégám, a Kornélis, és a főnököm is István. És mi István, szia Kornél. Szervusz István, én nem vonnék le a Nórától soha semmi pénz, szerintünk nagyon rendesen csinálja a munkáját. Nem is szokott, kihúznám az érte. De teljesen korrekt. Nóra, már is mutatjuk neked, mit csinálnak a kis öregék. Okay. A Münchenbe tartó gépen ülnek. És igazgatják a bőrnadrágot elől, mert nagyon passzentos. És közben egyikük jódlizik, jól. Na nézzük, a dalt is értve meghallgatjuk. Hely, mutassuk még egyszer. Vagy ennyi. Igen, hát azért szerintem hallgassuk meg, ugye ezt a rövidet. Jó. Én már tudom. Papírról. Hát egy könnyű, egyedül vagyok így most. A fiúknak se ismerős. Jó, mondjuk ez inkább lányos csapat. Lányos? Csapat volt. Ennyit tudok segíteni. Magyar volt szerintem. Ha. Ja, úgy lányos. Már úgy lányos, ja, inkább a lányok szerették. Engem mondjuk. Hát lehet, hogy kimaradtam akkor a szórásból. A csajok nagyon szerették őket. Bizony. Igen. Ők meg nagyon szerették a mexikai konyhát. Mutassunk hosszabbat, Nóra? Legyen egy hosszabb verzió, igen. Jó, akkor bögrét kivesszük az ajándékcsomagból. Na. Valaki mondott hátul valamit, mi volt az? Mindenki csöndben van. Tényleg? Mindenki hallgat, komolyan. És egy vendég se rohant be, hogy nem tudjátok, hogy mi ez egy fél tank benzinér, megmondom. Nem, mert a shopban nem szólt. Csak az irodában. Aha. Hát Nóra, akkor hát, megmutatjuk, sajnos. Hogy mi ez. Jól van, oké. Szépen ez a Fiesta zenekar. Jöjj vissza az édes álmod, borcsúgyúra, hogy olami amor. Hát, azt hittem pedig menni fog, most nem azért, mert... Nem. De, ah, de ezt nagyon-nagyon sokat játszották a nagyon, rádió. Nagyon-nagyon. Nagyon szerettük a két srácot koncerten, nagyon jó kis latinos bulikat tartottak. Igen. Tibi nagyon jó énekes, de ezt a számát többen ismerik, mint például a Psziótól azt, hogy összetörte a szívem, én pedig összetörtem az arcát. Volt ilyen dala? Hát igen, ő ugye egy másik érából érkezett a szórakoztató iparba. Hát óra, sajnálom, de azért, hogy ezt a kisebbik ajándékcsomagot el. Szívesen. Neked, jó? Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok. Jó forgalmat, jó hétvégét. Szia. Hello. A következő órában is lesz egy vendégünk, nem bírtuk megállni, hogy ne hívjuk el hozzánk Kovács Lacit. Erre a névre nyilvánvaló, hogy egy ország nem kapja fel a fejét. Talán azok, akik az extrém sportban otthon vannak. De mondanék néhány adatot erről a fiatal emberről. Megdöbbentő arc. Figyeljetek, nem hiszitek el, ő egyedül szeret küzdeni. Tehát nem egy ilyen csapatjátékos a fiú. Most elindul egy 500 kilométeres
őserdő átkelésre, amiben az van, hogy vihetsz magaddal egy darab kisméretű, kispengéjű bicskát, meg valamit még, ez opcionálisan választható, hogy A. hálózsák, B. egy pohár víz. C. kacsintós pénztárca. Hát körülbelül ennyi, és a maláj őserdőben kell ezt teljesíteni a távot, ahol van malájtigris, és állítólag van maláj medve. Tényleg van. Igen, ilyen kabírbedi maga. Fogja őket várni. A fiatalemberről annyit még érdemes tudni, hogy így háromszor megcsinált az Ironman-t, de azt mondta, hogy az annyira nem volt izgi, tehát hogy azt bármikor megcsinálna még egy Ironman-t, mert ott nem volt nagyon kihívás, de volt olyan, hogy 450 kilométeres téli átkeléssel átsétált Lapföldön, mert pont ráért. Aztán volt olyan, hogy az Alaszkában egy nemzetközi kalandversenyen egy 550 kilométeres távon. Csak így gyomorra, persze. Ő semmi olyan dolgot nem vállal be, amiben nem lehet belehalni. Így van, és ha már ott volt, érted, ezen az alaszkai turnén, ezen az 550-en csak megnyerte. Nem? Persze. Ha már kimész olyan messzire. Hát nem, hát akkor mindenki gyere haza egy második helyre. Hát az milyen szánalma. Második, akkor nem emlékszik senki. Megcsinálom. Na hát ő a Kovács Laci, ő jön hozzánk, kifaggatjuk, hogy eddig mit csinált, és hogy miért kell ezt csinálni tényleg, amikor lehet, mit tudom én, egész más dolgokban is örömet találni. Ő ezt kereste, ezt találta meg, de hogy miért, az kiderül. 8 óra lesz 2 perc múlva. 4:09 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek. Balázs a mai napon nincs, Szabi van, hogy a jövő heti kitelepülés sorozatot igazi lendülettel tudja végigcsinálni. Ha valaki esetleg nem figyelt volna, még nem tudná, megyünk ugye Alsóörsre, nem is akárhogy, mert kompal, és úgy fogunk kompolni a Balatonon, hogy közben ott lesz velünk a Hooligans is, és élőben fog előadni néhány dalt. Sőt, állítólag még a Fer is beáll majd pengetni a Tibi mellé. Hát vagy kiütöm. Vagy bedobjuk a vízbe a Tibit, és én nyomom a három dalt. Azt és húzhat a komp után. Viszünk három hallgatókat és is. Témát. Na, viszünk hallgatókat is. Szerda reggel indulunk majd Siófokról, a siófoki hajóállomásról. Ez a Krúdi séten 2-es szám alatt található. Így a 80-an még fölfértek, úgyhogy lehet oda jönni. Átkompolunk, majd áthajózunk Tihanyba, és onnan pedig aki akar, az még jöhet velünk egészen Alsóörsig, de aki akar, az meg vissza is tud a kompal menni, vagy a hajóval menni, úgyhogy lehet jönni nyugodtan. Ez a szerdai program, még egyszer 6 óra 10-kor indulunk Siófokról, és utána csütörtökön pedig a festői és gyönyörű sárvári nagyfürdőben leszünk. Bizony, majd. Bizony, illetve tényleg nekem lesz egy-két program ott a környéken, természetesen a Nádasdivárat nem fogom kihagyni ezúttal sem, mint hogy mindig, amikor a Sárváron vagyunk, akkor elmegyek, meg lehet, hogy egy kis kalandparkozás is lesz benne. Úgyhogy... Én annyira mennék veled most erre a Nádasdivárra, de nekem ott kell maradnom Alsóörsön, mert szerda este játszunk a Best of-val. Ugye mi minden szerdán mi vagyunk az egyik főzenekar, és de a Nádasdivár nagyon-nagyon csiklandoz, hogy átmenjek veled, és aztán visszajöjjek a koncertre. Balázs mondta, hogy nem baj, hogy nem mész, mert csak két személyes a szauna. Legalább elfér egyedül is. Közlekedési felügyelet ellenőrizi Jakab szállásnál az 54-es úton, Effendi írta, a Lánchídon Buda felé lerobbant a busz. Azt el tudod képzelni? Reggel 4:09-kor? Nagyon szép lett, Dév, köszönjük. 47-es út, 74-es kilométer, Csökmő után rendőr KPM, katasztrófa védelem, kontroll. Sanyi küldte Kalocsán a Miskei úti laktanyához, mosták ki a trafi. Kecskemét Erzsébet körút trafi, és ha valaki arra jár most, hogy mi van a Petőfi laktanya előtt a Budaörsi úton, ott volt egy csúnya baleset reggel, hogy ez megváltozott-e már ez a dolog, vagy pedig még mindig helyszínelnek. Úgyhogy ezt legyetek olyan kedvesek, és írjátok meg nekünk. Kérem szépen, elérkezett a pillanat, hogy találkozzunk azzal a férfival, akivel megmondom őszintén, hogy Magyarországon szerintem olyan formában kevesen találkoztak, hogy így sétálgatott egy bevásárló központban, mert ennek a fiúnak az a szokása, hogy a három okos mocsárban üldögél a vízben. Ez az A verzió, a B verzió, fölvesz magára egy 30 kilós hátizsákot, bemegy a 100 fokos szaunába, és fél órán keresztül fekvő támaszt nyom. A neve pedig, jegyezzük ezt meg, mert lehet, hogy most elindul, aztán mire visszajön, már még világhíresebb lesz. Kovács Laci, szevasz László. Sziasztok. Szia, jó reggel. Az alapkérdés az bennem ilyenkor mindig az, hogy te az előbb a hírek előtt én már elsoroltam, hogy úgy körülbelül nagyjából min vagy túl, tehát hogy 8-szor csináltál Ironman-t, de azt mondtad, hogy ez annyira nem volt izgalmas, tehát futni kell. Egy időtár kiszámítható. Tudod, hogy mennyi van még. Egyébként ez a hülye. Ugye, hogy a 42 kilométert le kell futni, 41-nél már tudod, hogy mindjárt vége van, tehát kiszámítható, de csináltál ilyen 500 kilométeres túrát az északi sark környékén, átkeltél a Yukonon oda-vissza is hosszában, tehát minden cset. Miért? Há, egy szóval összefoglalva, mert nagyon szeretem. Ez egy fantasztikus érzés számomra. Neked, Jani, nyilván de neked is gondolom, nem újdonság, szóval a anya természetben, amikor kimegy az ember, az számomra lenyűgöző. Az biztos, hogy nagyon jó a csendben lenni, biztos, hogy nagyon jó ott lenni a természet lágy ölén, de azért ez annál több, mint egy hétvégi kirándulás.
Igen, ez attól egy kicsit erősebbnek ígérkezik, ugye akkor elárulom, hiszen nem titok, ugye Malajzia őserdejébe fogom magam bevetni a következő hetekben. Tulajdonképpen van egy tervezett 500 kilométeres útvonalam, amit szeretnék bejárni, lejárni, útközben fogok tutajt építeni, és hát nomád módon ellátom magam, halászok, vadászok, gyűjtögetek a nagy klasszikusok szerint. Hát, és hát ott a vadonban az, ugye az éjszakák érdekesek lesznek, az útvonal kiszámíthatatlan, már olyan szempontból, hogy jobbról kerülök, balról kerülök. De ilyenkor mi van, adnak egy A pontot, meg egy B-t, és az tök mindegy, hogy te hogy mész, de neked el kell jutni így, a B-re. Nem adnak, ezt én magamnak találtam ki ezt az útvonalat. Aha. Tulajdonképpen a legnagyobb motivációs erő ugye a 25-ei repülőjegyem. Szóltam, hogy nem tudod áltenni egy másik időpontra, úgyhogy oda kell érni. Jó, jó. Hát útközben ugye, amit úgy dióhéjba összefoglalhatom, ugye nagyjából kimaradt a jégkorszakból a tudósok szerint ez az esőerdő, így hát az állat és növényvilága rendkívüli Amazónia ehhez képest jóval gyengébben nagyobb területű. Elefánt, tigris, párducfélék, malájmedve, krokodil, 400 féle kígyófaj, pókok és egyéb nyalánkságok várnak rám. Hát a éjszakáimat egy függőágyba töltöm, fogalmam nincs, hogy hol, gyakorlatilag... Két fa között fogadjuk. Két fa között, ez nagyon valószínű. És igen, vagy kivel? Egy fa tetején. Igen, hogy a maláj tigris, vagy a maláj medve fekszik-e melléd, az egy nagy kérdés. Arra föl lehet készülni, hogy mit csinálsz, ha meglátsz egy tigrist? Persze. Tehát voltál a hangáiknál az állatkertben, hogy bemehetsz? Kígyóval például mókáztam, mert nem sok kalandom volt, de elmentem, és két méteres kígyót kipróbálom. Milyen érzés, ha emberre tekeredik megfogni, milyen erőket érez az ember, mert hát ő benne lesz a napi menőmbe. Ja, hogy ő mint élelmiszer. Igen, hát a tigrisekkel, igen, én imádom a tigriseket, ugye nem akarom őket bántani igazából, hát nyilván, ha kekeckednek, akkor... Hát mi nem is arra gondoltuk, hogy te bántod a tigrist. Igen. Nekem van benne egy B-verzió, tudod? Tehát, hogy esetleg ő nézte igen, vagy csinálni. Furcsa észjárásod van. Jó, én értem, hogy te az A-verziónak szurkolsz, hogy te győzöl, de azért benne van a dolog. És mit tudsz vinni egy ilyen túrára? Elég a minimumra fogok hagyatkozni, hát ami a lelke a dolognak egy vízálló hátizsák. Ugye felkészülésem során rengeteget úszkáltam, hidegben, melegben, folyóban, patakban, mocsarakban bugdácsoltam. Hát ugye, ha minden elázik, akkor onnantól kezdve nagy a gond, ugye dokumentálnom kell a filmet, úgyhogy a technikát is őrizni kell. Egy nagyon profi függőágyról van szó, ami a nyugalmamat hivatott megőrizni éjszakánként, egy nagyon jó moszkitóhálóval, ugye itt a legnagyobb veszély szerintem a szúnyog és az egyéb rovarok jelentik majd a fertőzések és a többi kellemetlenség szempontjából. Hát egy parang, ugye ez a macsétának az ottani verziója, nagyon jó vágó szúrószerszámok. Egy légcsapó. Egy légcsapó feltétlenül. És hát, tulajdonképpen ez képzi a gerincét. Hát lesz nálam egy műholdas telefon, esetlegesen, hát ugye bejelentkezni vagy a koordinátáimat megadni. Hát nyilván illúzióim nincsenek. Eddig utaimon sose volt nálam telefon. Aha. Ugye voltak vészhelyzetek, az én úszkáltam mínusz 30 fokba síléccel a Yukon folyóba. Volt a síléc, úgy igen, meg még egy 25 kilós. Nem állandóak a koordinátáid, mint Zivány Linden a 96-69? Szóval egy nagy improvizáció az egész. Meg nyilván valamilyen tűzgyújtó eszköz is azért lesz nálad, tehát ezek van, az alapvetők. Igen, hogy mennyire tudok tűzet gyújtani, kifogok egy hetes esőt, akkor ugye nincs erre remény. Igen. A vizet a folyókból vagyok kénytelen vételezni, meg egyéb túlélési technikákul, ugye bambusz, banánpálma, stb. Ilyen technikákkal, tablettával tisztítom, vízszűrőm nincsen. Hát tüzet vagy tudok rakni, vagy nem. Szerencsés lenne a rovagok meg a vadvilág miatt, mert hiszen az éjszakák brutálisak lesznek. Uh-huh. Mondjuk fázni nem fogsz, mert valószínűleg az első napon lerántod egy maláj medvéről az írhát, és abba fogsz majd takarozni. Mennyi ott ilyen 30 fok? És igen, 30-35 fok és óriási páratartalom. Általában délután garantáltak a nagy esők, viharok, aztán azt ki lehet fogni arra is, hogy egy hétig esik. Ilyenkor, amikor mondjuk egy ilyen érintetlen helyre mész, akkor azért neked például helyi környezetvédőkkel, helyi hatóságokkal egyeztetned kell, hogy mondjuk mivel egy érintetlen környezetről van szó, azért itt ezt óvni is kell, nem csak garázdálkodhat benne az ember úgy, ahogy akar. Itt azért ezt valamilyen szinten oda kell figyelni arra, hogy egyrészt mondjuk az állatfajokra, a növényfajokra se jelentsél veszélyt, stb. Mert hogy ez egy nagyon szép hobbi, meg egy nagyon izgalmas hivatás részedről, meg egy szerelem, de mégiscsak azért
Kovács úr, nem törögetjük az ágakat. Hogy láttuk el, hogy hova csapott a macsétájával? Igen, ugye kettő nemzeti parkot fogok átszelni tulajdonképpen. Hát ugye az állatfajok nagy része védelem alatt áll, amíg még kellemetlen lehet utam során a orvvadászat eléggé elharapódzott, ők próbálják ezt visszaszorítani, de számomra is, ami miatt izgalmas lehet ez a dolog, a csapdázás. Hogy nem volna szerencsés, hogyha mondjuk egy szúró vagy egy ilyen lengő csapda. Ma elejtettetek valamit? Igen, de nem fogtok körülni. Az órája rohadt jó. Bárhogy nézem, az egész jól eladható. Szóval ezekre nyilván ügyelni kell. Hát ugye ilyenkor beindul a vadember, mi voltam, nagyon jó át tudok kapcsolni ilyen túlélő üzemmódba, hát nyilván nem öldököl az ember szórakozásból, hát ez abszolút ugye a túlélésről fog szólni, hát nyilván azért viszek magammal néhány zacskós levest, egy kiló rizst, egy kis lisztet, hogy tudjak helyben valami kenyeret összeimprovizálni magamnak, mert ezt útjaim során egyébként így szoktam. Hát aztán a többit meglátjuk, hogy mit ad a nagy anya természet. Gyümölcsöket nehéz elérni, ugye nagy a konkurencia a majmok személyében. Igen, meg elég otthonosan. Igen, a helyismeretük is egy picit jobb. Forró drót van a tekhez? Forró drót, hát igen, bár érdekes dolog ez, hogy ott van nálam ez a telefon, de hát most mit mondjak? Nem akarod használni. Igazából a koordináták, meg a interaktivitás szempontjából van jelentőség, egyébként meg jó fejbe verhetek fel egy tigris. Igen. Vagy tudta, hogy jön a medve, jön a medve, és közben foglalt. Kicsak. Hát egyébként meg nem indulnak el, érted, mert önszántatból mentél. Csak szólok, tehát hogy te hiába hívod őket, ők nem fognak menni. Erre opcióval nem kalkulálunk. Negyedik nap az esőerdőben, marha éhes vagy már, minden átázott, nem tudtad meggyújtani a tüzet, elkapod a kígyót, a másfél métereset, de megsütni nem tudod. Olyan komi van? Hát elropogtatom őt akkor. Úgy nyers kígyó hús például? Hát nem tudom, voltál-e már éhes? Biztosan. Folyamatosan védekezik ezzel az érzéssel, soha nem várja meg, amit bekövetkezik. Igen, egyszer 7 évesen anyám nem jött haza időben, és ez azóta kínos ez az érzés, hogy akkor ott éhes voltam. Ettől a dologtól nem félek különösebben, szoktam nagy bőtöket tartani, a legtöbb idő a teljes bőtben 14 napig volt, hogy nem ettem. Most igazából egy falatot sem csak ittam, igazából most, hogyha 4 napig, most nem azt mondom, hogy nagyon jól érzem magam utána, hogyha nem eszek, de hát akkor nem eszem. Te jó, szoktál nagy bőtöt tartani? Igen. Lúszaszéket is építesz meg? Igen, meg zsoti benne. Lúszaszéket, húsvételőt, mindenféleképpen, hogy ezek meg legyenek. Akkor ez most nem egy verseny, ez csak saját magadért. Igen, csinálod? Ez egy szóló expedíció, ez a harmadik, úgymond az életem, előtte versenyeken vettem inkább részt. Az első, ez egy Jordánia volt, ez egy 250 km egy szál hátizsák egy ember verzió, az én és voltam. Sivatag? Igen, arábiai Laurence nyomába jártam körbe, Nabateus kori sziklarajzokat, ő táborát, ottani patak, 10 000 éves vízlelőhelyek. Szóval ez is egy érdekes kaland volt, aztán pedig Finnországban kalandoztam fönt a északi sarkörül, konkrétan a Mikulástól indulva, északi irányba alapföldet jártam. Mikulástól a Jézuskáig. Szerencsére Jézuskával már nem kellett összefutni. Már ne úgy, ne is akar még összefutni vele. És hát ez a következő állomás, ugye ez a maláj túra, aztán még ugye vannak nagy tervek, mert ez a XL Tour 2014 keretében zajlik ez a három esemény, mert tulajdonképpen három eseményre vagyunk felkészülve. Aha. A következő Namíbia lesz egy 500 kilométeres átkelés szólóba. Ha világos, én sem mennék senkivel a sivatagba 500 kilométer. Hogy megunod, nem? Hallod, ez a csáó, ez mizantróp, egyre inkább úgy érzem, szerintem, hogy ez gyűlöli az ember. De most gondold el, mi neki fognánk ketten, én szeretlek. De hát azért már negyedik napot. Jani, menj már egy 20 méterrel na hát, izákomat vigyed. Igen, és nem akarom nézni, ahogy brúzolsz a helyszínben. Főleg azt nem, hogy meg is iszott. Szóval az egy 500 kilométeres. 500 kilométeres, és hát a nagy falat igazából utána világon egyedülálló módon szeretnék egyedül átkelni a déli sarkot érintve. Ugye ott lenti az egész kontinensen, gyakorlatilag egy antarktiszi átkelés. Az egy extra nagy falat. Úgy érzem, hogy megvan bennem rá inspiráció, a lehetőséget kéne igazából összehozni. Hát ugye sarkvidéken már több mint 2000 kilométert mozogtam szólóban, úgyhogy mondhatom, hogy tapasztalat is ennyit van hozzá. Ennyit is akartál? Hogy eltűnt? Megyek még egy ezres, csak visszajön. Tudod, a repülőjegy szindróma. És figyelj, ha már megint mondom a motivációt, akkor egy picit azért kanyarodjuk már vissza ennek a beszélgetésnek az elejére, és akkor így próbáljuk már meg ezt így tényleg ilyen konkrét a formában önteni, hogy mi a motiváció. És pont tegnap marha érdekes, hogy
az embereknek általában mi a hozzáállásuk az ilyen dolgokhoz, hogy na, biztos valami elől menekül otthonról, biztos csúnya a felesége, biztos rajta van a NAV-nak a listáján, vagy valami, tehát, hogy valami elől menekül. Pont tegnap olvastam egy interjút ugyan Anitával, aki ugye magyar hölgyként gyakorlatilag már kétszer járt a Mount Everestnek a tetején, tehát egy fantasztikus sportemberről van szó, és akkor olvasgattam alatta a kommenteket, és az egyik kommentől azt írta, hogy azért kíváncsi lennék, hogy miért nem szült még gyereket. Tehát, hogy jó magyar mentalitás, tudod. Csak azt akarom egy picit megvilágítani ezzel, hogy az ember mindig az átlagember mindig azt nézi, azt kérdezi, hogy miért? Miért nem tudsz ülni otthon a tévé előtt, kibontani egy sört, megvárni még a feleségébe? Hogy igen, hogy miért nem éred be az Iron Man-ekkel? Az nem az én világom tulajdonképpen. Ugye tulajdonképpen a válság hozta, hogy elkezdtem egyéni expedíciózni, mert hogy a költségvetést erősen meg kellett húzni. És hát ugye megtapasztaltam, hogy egyénileg ugye egy egész más pszichológiai ténnyel állunk szemben. Ugye teljesen kitett vagy egyedül kell megoldanod a feladatokat, és ez nekem nagyon jó. Én ezt nagyon élvezem, nekem tényleg van egy ilyen túlélő üzemmódom, hogyha kikerülök így a vadonba, most teljesen mindegy, hogy milyen térségben, át tudok szellemülni, átengedem magam a természetnek, rendkívül le tudom venni a rezgéseit, és hát a bármilyen körülmények között most már azért a inger küszöböm is nyilván egész más, meg a komfortérzetem gyakorlatilag sárba fekve éhesen is nagyon jól el tudok lenni. Szóval tehát már szereted is lassan ezt. Igen, én konkrétan szeretem egyébként, engem ezek a nehézségek inkább vonzanak benne, nem zavarnak. Nem mazohista vagyok, de egy rendkívüli elfogadásra és egy alázatra tanítja az embert. És hát ugye mindig ez a természet legyőzése, meg legyőzzük a hegyet, meg szó nincs erről, a természetnek annyira mindegy, hogy ott vagyok, vagy nem, én egy pici pont vagyok, egy pici igen, magadat kell legyőzni, nem? Hogy ez kibír. Azt mondom, hogy inkább ebben a üzemmódban az elfogadás. Együttműködésről van szó. Nyilván harcol az ember, meg úgymond küzd az életéért, meg megszerzi a táplálékot, a vizet, stb. Ezekkel ugye együtt kell élni, leküzdeni. Nekem is vannak félelmeim, csak másként tudom kezelni ezeket a dolgokat. És az adrenalint is keresed ebben? Tehát, hogy a veszélyt is keresed egy picit ebben? Nem tudom, konkrétan ezt nem fedeztem föl magamban, talán ez így adja magát még mellé. Mert akkor egyébként nyithatál volna egy nemzeti dohányboltot is. Jönnek elvinni az árut, vagy nem. Igen, nyilván amikor ott vagy, ha elkezdesz rettegni, hogy júj, most jön-e a maláj tigris, vagy nem, akkor el is vesztél szerintem abban a pillanatban. Ugye? Igen, nagyon érdekes. Volt olyan szituáció például Alaszkában, hogy friss medvelábnyomokat kereszteztem. Például februárban. Nagyon gáz, mondták a szervezők is, hogy igen, van maci, aki kibújt, hát ugye azzal elég nehéz megbarátkozni, mert azért jött ki, mert nagyon éhes. Aha, a nyáron még csak elkerülhető. Vagy például a pumával egy történet. Azt mondták a vadászok, hogy a pumával nem kell törődni, folytatódott a beszélgetés, de mondom, mi a gond velük, vagy annyira barátságosak? Ne törődj vele. Úgyis akkor fogod észrevenni, amikor a nyakadat hátulról roppantja. Tehát akkor igen, igen, szóval, vagy ott van például jávorszarvasos történeteim voltak, ugye egy nagyon kiszámíthatatlan, szeszélyes állat, néha ugye a hölgyekhez hasonlíthatnám a viselkedését, egyszer hogy megteríthetek. Bocsánat. A hátán megteríthetsz egyik alkalommal, legközelebb pedig leszakítja a fejed és összetagos. Ezt szoktátok otthon ez csinálni? Ez most a részre, hogy a hátán megteríthetek. Melyik vonalról jött ez a tapasztalat? Igen, most na is mi történt veletek? A jávorszarvossal is veled mi történt? Például a Yukon folyón kereszteztem egy anyaborja kombinációt, és hát így igazából ők nem akartak kitérni, én nem tudtam kitérni. Aztán mirget, morgot kerülgettük egymást, de hát ez is egy olyan szitu volt, hogy hát bele kellett menni, mert most mit tudok veletek kezdeni. Hát elmondjuk, hogy te örülnél neki, hogyha valaki a kerteden keresztül akarna menni. Még oda is vizet. Tényleg a feleséged mit szól el? Te hogy szoktak te elbúcsúzni, hogy vigyázz magadra, drágám? Egyébként a Bécs Budapest futóversenye ismerkedtünk meg, hát ő személy szerint sportol. És egyébként tájboxol is, úgyhogy... Te is futsz! Egyébként visszatérve az állatokhoz, nagyon érdekes, például első kalandjaim a farkasokkal, ugye a Yukon vidéken fönt. Hát nem mondom, hogy bizalomgerjesztő, amikor körbenézel egy fejlámpával, és 20 szempár néz rád, és egész éjszaka üvöltenek, de nagyon
jól meg lehet szólni. Én laktam már lakótelepen is, és volt áramszünet, úgyhogy ismert. Ugyanez. A déli sarki túrára csak így visszakanyarodva, hogy azt megcsinálta már valaki, hogy végigment gyakorlatilag? Ebben a formában nem. Nem túl közkedve. Párban szokták csinálni, vagy csak elérik a déli sarkot, és visszajönnek. Egy ilyen teljes átkelés, hát mondjuk ez egy elég komoly nagy falat, de én rendkívül módon vonzódom. De többen már elindultak. És hát várunk. Laci, nagyon-nagyon kemény a dolog. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Én szeretném azt csinálni, hogy visszajössz, és akkor megint beszélünk, jó? Rendben. Vagy valahogy, vagy lehet, hogy ha van nálad műholdas telefon, megtalálhatjuk a módját. Lehet, hogy föl tudunk hívni, ezt majd egyeztetjük, kitaláljuk. Eddig is gratulálunk az eddigiekhez, és akkor reményeink szerint újra élőben itt Budapesten, jó néhány év múlva. És reméljük, nem azt fogod majd belemondani a telefonba, hogy tegyétek le, mert már hívnám a teket. Reméljük, hogy valaki megy érted, illetve azt még inkább reméljük, hogy nem lesz rá szükség. Köszönjük, hogy jöttél. Köszönöm szépen. Sok siker. Hello. Fél 9 múlt 2 perccel lehet jelentkezni a hármasugrásra. SMS-ben nem lehet jelentkezni, SMS-ben a hármasugrásra, mondja Anna, hogy Feri ne beszélj hülyeséget, hiszen ugye a Sony játékunk zajlik, és hát aki tegnap jelentkezett. Na, akkor ügyből ne írjatok, viszont közlekedési infókat várunk, Karolina jön a hírekkel. 3:49 lesz 1 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, mondom a friss infókat. M5 Budapest felé 166-os kilométer, 2 rendőrautó figyeli az útfelbontásnál a megfelelő lassítást. Zazitól kaptuk. Császártöltésen a Baja felülieket mérik, Koko 044, közlekedés ír Csepelen a hév végállomás után, a Fatelep után a befelé érkező autókat fényképezteti az állam a jövő évi naptárához. 82-es Nyúltelepülés déli végén trafi, a Győr felé tartókat mérik, és az Egér úttól áll a forgalom befelé az M1-es, M7-es közös szakaszán. Köszönjük szépen ezeket az információkat. Hát azért én elgondolkodtam ezen a Laci gyereken, hogy a tizedét nem, tehát ott sírnék a dzsungel szélén. Nem akarok bemenni egyedül. Hát keresi a kihívásokat, ember. És amikor már kipipált valamit, vagy amikor már több dolgot kipipált, akkor hát azt mondja, hogy akkor keresünk valami olyat, amit még senki nem csinálta, vagy legalábbis ő nem csinálta még. Nagyon durva, nagyon-nagyon elszánt. Ezért nagyon respektálom például, ugye van Magyarországon, én már beszéltem róla itt adásban, sőt az eszmény mozgatórugója ennek a bizonyos dolognak volt, hogy Arnold nyugalmazott alezredes, már volt is egyszer itt a műsorban a vendégünk, az Elite Challenge-ről van szó, ami ugye egy 5 napos tortúra azok számára, akik kíváncsiak rá, hogy az amerikai Rangerök vagy a magyar rohamlövészek egy-egy kiképzés alatt, ami egyébként 5-7-es lenne, az első héten mit élnek át. Ez az Elite Challenge, egyébként Pécs fölött Orfű magasságában szokták ezt időről időre abszolválni, és hát ilyen viszonylag gyengének mondható, hogy 80%-os lemorzsolódással sikerül teljesíteni a jelentkezőknek. De ide ezt a megmérettetés nem. Nem, nem. Az Elite Challenge az pont hogy... a civilek számára van kitalálva, akik mondjuk kacérkodnak így a katonassággal, de valamilyen okból vagy már nem, vagy még nem, meg egyáltalán mondjuk keresik a kihívásokat. Tehát, hogyha mondjuk is nagyon szimpatikus, hogy elmegy ezért Molájföldre, hogy ott megpróbáljon túlélni, aha, és hogy megpróbálja gyakorlatilag kitolni a teljesítő képességének a határait, hogy megnézni, hogy mit bír. De azért ezt Magyarországon is meg lehet csinálni úgy, hogy még nem szakadsz ki annyira a saját közegedből, csak egy 5 napra. Hát igen, mondjuk más a dolog, mert itt azért többen vagytok, mégis csak ellenőrzött a körülmény. Persze hát az elsősorban a csapatról szól, mert aha, hogy egyénileg valószínűleg nem tudná senki teljesíteni, csak úgy, hogyha a többiekkel együtt csapatként dolgozik, de hát a katonaságnak alapvetően ez a lényeg. Aha, tehát a Laci esetben mondom, ez ebből a szempontból más, hogy ő egyedül viszi végig ezt a dolgot. Szurkolunk neki. Mert irigy a siker. No, de nem akarja megosztani mással sem. Egyébként hihetetlen szimpatikus arc. A lényeg az, hogy ugye megpróbáljuk majd követni az útját, és aztán egy-egy bejelentkezést megpróbálunk kicsikarni tőle, hogyha sikerül, és akkor majd beszámolunk meg, ha visszajön. Ez milyen rosszul hangzik, ha visszajön. Tehát amikor visszaérkezik, majd akkor megint beszélünk vele majd. No, zajlik nagyon sok játék, ennek az egyik legszebb égköve most az a bizonyos foci VB-s játék, amiről már nagyon sokat beszéltünk. Kérünk mindenkit, hogy csak 10 után a Csabihoz küldjék el a foci VB hívókódot, mert ugye az alapján lehet majd óránként nyerni, de hát nagyon-nagyon fontos a hármasugrás játékosunk is, mert neki alapból már van egy Sony ajándékcsomagja, és ráadásul benne van a következő napi sorsolás.
adásba azokkal a napi nyertesekkel együtt, akiknek a neve Csabinál derül ki. Így vannak összesen ugye hatan, és majd 10 órakor az adás vége felé fogunk valakit hívni. Nagyon fontos viszont a fődíj, mert sokan kérdezik, hogy akkor csak a napi nyertesek kerülnek be a fődíjba. Nem, mindenki benne lesz, aki a foci VB hívószót vagy kódot elküldte nekünk a végén, és a nyeremény a VB döntőjére egy hosszú hétvége, Balatonpart, egy gyönyörű apartman, és egy olyan tévé, amit még nem is láttál. Aminek a kedvéért érdemes kockáztatni az évtizedes barátságokat, és előtt a többiek fel kellett majd hajnalban meglépni vele. Ne, nyilván azért lesz a tévé, aki megnyeri ugye magát ezt a hétvégi focinézést is. Ez egy Sony 4K-s tévé. Én utána néztem a dolognak, fie, megőrülsz, van rajta olyan mód, hogy futballmeccs mód. Akkor következő történik, így a színek kivirulnak rajta, tehát a zöld fű az olyan zöld, hogy így fűszálanként tudod látni, és hogy így valahogy ráfókuszál a tévé magától, nem is értem, a labdára, és akkor azt te így jobban látod. Őrület, majd egyszer megnézzük mi is. Ah, jó, ha gazdagok leszünk, vagy nyerünk ezen a játékon. Ahhoz előbb meg kell szeretnünk a focit. Hát na jó, egyszer én belenézek. Figyelj, a VB-t én nézni fogom. Itt-ott. Igen, majd megnézzük a döntőt. Felétörőt. Illetve majd olvasunk róla egy cikket. Egyébként én egyre inkább a körítést azt kezdem megszokni, megszeretni, annál is inkább, mert ugye minden reggel szoktam róla mesélni, ugye tudjuk persze, de tényleg bejön, ahogy itt a Fradi pálya körül így alakulnak a dolgok. Gyönyörű szép fák vannak, parkosítva van, egyébként a misasunk is, már most már egy kicsit a magaménak érzem, hiszen minden reggel találkozok a misasunk, most már nem csak az ő sasuk, hanem a misasunk is, figyelj, egyre jobban néz ki. Egyre jobban néz ki, befejezték a labdát is alatta. Aha. Nagyon mutatós. Komolyan mondom. Eleinte egy kicsit szkeptikus voltam, mert picit úgy nézett ki, mint valamilyen, nem tudom, mint egy ilyen műszaki rajz, amit nem fejeztek be, de mostanra nagyon pofás lett. Na, nagyon pofás lett. Foci VB-n meg csak ilyeneket láthatsz. És díszkivilágítással, természetesen zöld díszkivilágítással is láttam róla a kedvenc sportos portálomon néhány képet. De ez még nem működik, csak terv, ugye? Nem, szerintem már beüzemelték és készítettek róla pár fotót. És aha. Úristen, de jól néz ki. Mi? Nagyon, nagyon. Megrettennek nagyon. Az Újpest szurkolók. És tegnap volt egy nem éppen költői kérdésem, mert hogy tényleg nagyon komolyan gondoltam azt, hogy a nyitó meccsre én is el fogok menni a haverokkal együtt, és az egyik kedves hallgatónk megírta, hogy a Dortmund fog idejönni, az meg azért nem gyenge. Aha, kell egy. Ott is van ismerősöd? Mindenhol. Mindenhol van ismerős a férjének, ahol zabálnak és piálnak. De egyébként elárulom neked, de egy foci meccsen nem zabálnak és piálnak, hogy már nincs. De már a, nincs a Bipályhoz biztos csinálja valaki a kéteringet. Hát jó, oda esetleg be tudlak tolni. De akkor ez még a jövő zenéje. No hát akkor a játékról ennyit. 10 óra előtt kiderül. 3 jegyő? 10 óra előtt kiderül. Vippes? Hát, hogyha lehet. Jó, akkor várom Vippeset intézni. Agyam, marad még azokból, amiket Balázs kért. Próbáljuk a lehetetlen. Tehát 10 óra előtt fog majd kiderülni, hogy a mai nyertesünk a Sony nagyszerű HDTV-jét, vagy az Xperia telefont választja, de hogy ki lesz majd a következő játékban az egyik befutó, az most derül ki. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Beja! Jó reggelt nektek! Szia, Beja! Beja, Győrből vagy, Beja? Igen, Győrből. Győri igen. Lány, vagy kint voltál a kitelepülésünkön, illetve rosszul kérdeztem, bent voltál a kitelepülésünkön Győrött? Nem, sajnos nem tudtam elmenni dolgozni. Igen, ott az eső miatt ugye be kellett vonuljunk egy fedett helyre, de hát így is nagyon sokan voltatok, igen. Ezt köszönjük szépen mindenkinek. Bea, mi motivált téged ebben a foci VB-s játékban? Szereted alapjában véve a focit, vagy az ajándékok? Szeretem alapjában a focit, és szoktam kit még szelni. Na. De nem feltétlenül kell, hogy szeresd ahhoz a labdarúgást, hogy fogadjál, de egyébként értünk. És nyersz is? Vagy csak szorod a igen. Mi volt a legnagyobb? Meséljél. Hát 6 meccset szoktam megrakni. Aha, megrakom 6 meccset, megrakom. Az igen. Figyelj, azt nem bújjon a lóvé. Kombináció nélkül, hát ilyen 200 forintból ilyen 19 000. Ez tök korrekt. Azt a neki, ennyit lehet vele csinálni. Kipróbálom én. Egyébként tehát ugye a szerencséjáték, hogyha észre csinálja az embert, akkor ez egy tök jó kis buli lehet. Érted? Én is azért szoktam időként elég komoly tétekkel 100-150 forintokat is felteszek. Na Bea, megvan ugye a garantált Sony ajándékcsomagot, plusz a holnapi sorsolásban már benne, vagy a holnapiban nem, mert szombat van, de a következőben majd mindenféleképpen benne.
benne vagy. Most viszont akkor indulnak a kérdések, János ezeket neked adja, te okosan válaszolsz, és akkor meg lesz majd a dedikált Morning Show-s ajándékcsomag is, a speciális Sony-s ajándékcsomagon kívül. Mehetünk? Két nagyon fontos dolgot szoktunk ilyenkor elmondani, amit szerintünk jó, hogyha megszívlelsz, meg megfogadsz. Két jó tanács, az egyik az, hogy tudd a jó választ, a másik pedig az, hogy ne kapkodj. Ne kapkodj, jó? Inkább gondolj, hogy egy picit többet, vaj szívek vagyunk. Jó? Na, figyelj. Tehát dedikált nyakbaakasztóért. Feketével fogjuk dedikálni, és ezért ez nem fog látszódni a nyakbaakasztón, de dedikálva van, jó? Jó. Hogy nevezik szaknyelven a Formula 1-ben az első rajt helyet? Na? Pole position. Így van. Jó ideje. Megvan az első. Mehetünk tovább? Vagy azt mondod, hogy neked elég a nyakbaakasztó? Menjünk tovább. Jó, akkor menjünk tovább. Dedikált egeralátétért. Milyen madárról kapta a nevét a Star Wars hős Han Solo űrhajója? Lol. Na, az űrhajót, hogy mi van? Ráesett a lábadra a telefon? Haló? Itt vagyok. Na, gyere. Tehát milyen madárról kapta a nevét a Star Wars hős Han Solo űrhajója? Na? Jaj, beja. Ez egy nagyon idős madár egyébként a név alapján. Igen. Ezer éves. Ezer éves sos. Ezer éves. Ezer éves fecske. Sajnos, Bea, ez elment. Hát ez Millennium Falcon. Ezer éves sólyom, Millennium Falcon. Ja, igen. Ez lett volna, sólyom lett volna a helyes megoldás. Hát akkor ez most elúszott. Nem baj. A Sony ajándék megvan, jó? Ezt már is megmutatjuk neked, hogy mit nyertél, és hát ami még ennél is fontosabb, hogy a következő sorsolásban benne vagy, Bea. Vigyázz magadra. Jó, nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 5 perccel vagyunk 9 óra előtt, hamarosan folytatjuk a friss hírekkel, utána pedig vendégünk lesz Kordos Szabolcs, akivel a Morning Show hallgatók már találkozhattak egyébként, mert a fiúnak van egy ilyen extra lövése, hogy a Hungary végű könyvcímeket csinál magának, a Luxus Hotel Hungary, aztán a Taxis Világ Hungary, a Turista from Hungary után, és ezekről már beszéltünk. És csinál a Miss Hungary-t is, de ez eddig még nem. Hát oda nem fért még oda, van egy új méghozzá, az SM Iszom Hungary-et kitaláljátok, hogy éttermek vannak benne, éttermi történetek vannak benne, és arra kértük, hogy ne a könyvről meséljünk elsősorban, hanem a tapasztalatokról, hogy mind mentő keresztül, vendégszemszögből, tulajdonos szemszögből, alkalmazotti szemszögből, van egy csomó érdekes sztoria nekünk, a számunkra, úgyhogy őt látjuk vendégül 9 óra után, és ami még fontos, hogy a Sony játék sorsolása is megtörténik majd 10 óra előtt. 10 perc elmúlt, 9 óra, jó reggelt minden Morning Show hallgatónak, hétfőn már ismét teljes a csapat, visszaérkezik Balázs, jól megérdemelt pihenését tölti, egy hosszú hétvége, rákészül a jövő hétre, már mondjuk is, szerda reggel Siófok, a siófoki hajóállomás, onnan fogunk majd indulni, egy nagyon gyönyörű, nagy méretű kompal, Balu kapitány fogja vezetni. Így van. Ez bennünket megnyugtat. Nagyon. Maximálisan. Igen. És még bár úgy emlékszünk mind a kettő, hogy Balu kapitány alapvetően mondjuk egy pilóta volt, repülőgép pilóta, ez pedig egy komp, és hát ugye a két jármű között van egy leheletnyi különbség. Megfejtettem, Balu kapitány ugyanis hidroplánnal ment. És az tóra száll. Egyébként tényleg. Tessék, és akkor ott már érted, hajós kapitánynak is lenni kell. 80 ember fölfér a kompra, úgyhogy aki szeretne velünk utazni 3 órán keresztül, és a Hooligans-el, az jöjjön így el. Van. Hát vagy 84, de akkor nem jön a Hooligans. A Istenem, hát valamiért. Mi a hallgatókért vagyunk, csak mondom. Reggel 6 óra 10-kor indulunk, átmegyünk Tihanyba, 9-kor, aki akar vissza, is tud jönni a hajóval. Ez a szerdai programunk, a Harley Fesztivál, a 15 éves Harley Fesztivált fogjuk ünnepelni, csütörtökön pedig Sárvá. A Tihanyi félszigetnek az oldalában, hogyha jobbra indulunk el, akkor tudok egy felé. Ilyen palacsintázót. Benézzük, jó? Megáll a kamion, tehát adás nem érdekes. Palacsintát kell önni, akkor az kell. Ha balcsi, akkor palcsi. Tízes út Solymári nagybevásárlótól beállva, jobban, mint a gépszerkezetten vizsga után lennénk. Főleg, ha így haladunk, mert akkor be se érek rá. Gamp írja nekünk, sziasztok, Lézersó van a Soroksári 44 előtt. Katinkától kaptuk ezt az SMS-t, és az M3-ason Miskolc felé a 100-as kilométernél trafi, a felüljáróról figyelnek, Zsoca
írta ezt, nagyon köszönjük, illetve abaházi kollégátok hozzájárult a hulladékvas telepünk forgalmához, ezúttal is köszönjük. Most vagy azon, hogy összetört a kocsiját. Hát, hogy nem tudod bevenni egy kanyart, mert én emlékszel, hogy keresztúra befelé jövet jobbkész fölül van egy hulladéktelep. És lehet, hogy Csabi elvesztette az uralmat, elmöföldt és beszáguldott. Úgy és akkor fel is dolgozták. Van egyébként még egy közérdekű bejelentés, azt elfelejtettem mondani, hogy áttelepítették a gépemet egy másik gépre, egy kicsit fejlettebbre, egy 2002-esre, és emiatt a belépőkódjaim elvesztek. Nem tudtam reggel bejelentkezni a honlapunkon, a Morning Show-nak a honlapján, ezért mindenkitől elnézést kérek, akivel nem tudunk kommunikálni. Nem is köszöntem be, és nem pronyosodtam le, nem feledkeztünk meg természetesen az ortodox Morning Show kommentelőkről, illetve rajongókról, illetve hallgatókról, a többiekről, egyszerűen csak ez a helyzet most. Nagyon kérlek benneteket, hogy csak 10 óra után küldjétek a foci VB-t, Csabinál kezdődik majd a játék. Aki ma nem Csabi. Aki ma nem Csabi, hanem Gabi, Garami Gábor, tehát onnantól kezdve kell majd küldeni, 10 után kell küldeni. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni arról, hogy eszem és hogy iszom a Hungerit, Kordos Szabolcssal, én olvastam valamit, te János. Na, hogy te zsűritag? Pálucé fiú. Azt ja. Már nagyon régen. Hogy te zsűritag lettél? Hát de mi van vele? Felvitte az Isten a dolgomat. Eddig te voltál az, aki minden ilyesmit ledobott magáról, ha nem kellett futni, ha nem kellett várat nézni. Most meg zsűrizel. Végignéztem a zsűritagok listáján, végignéztem a szervezőknek a listáján, és azt mondtam, hogy ezt a felkérést nem utasíthatom vissza, mert olyan megtisztelő a számomra, hogy jaj, csúhaj, dinamlálom, ezt neked is tudnod kell, hogyha tudod, hogy Erős Antónia áll alapvetően a kezdeményezés mögött. Egy, kettő, a Jókuti. Nem mondod a világevő. Bizonyám. Jókuti Bandi. És Mahner Zsófi. Te hogy kerülsz a legnagyobbak közé? Nem akarok ezzel megbántani. Nem tudom, összekerámat. Foglalt voltál. Foglalt volt a telefonod. De engem nem is hívtak, hogy cukormentes. El akarták tőlem kérni a számodat, és aztán így alakult a dolog, hogy mégis megkérdeztem, hogy miről van szó. Igen, hogy sütemények, akkor nem ér rá a Feri, egész biztos. És már itt is van velünk Erős Antónia! Jó reggel! Sziasztok, jó reggel mindenkinek! Hello! Szia! Most már így értem, hogy miért a Jani, hogy sütemények vannak, mert például... Hát nem, hogyha ott van a világevő, akkor a legnagyobb sütievő is ott kell, hogy legyen szerintem. Ez mondjuk így igaz, mert nekem csak akkor szoktatok szólni, mikor dolgozni kell menni. Na de most már a Janinak is szólhatunk ezek után. Jó, hát azért azt nem mondjuk már, hogy mekkora meló az, hogy leül egy asztalhoz, és most süteményeket fog enni. Ez nagyon nagy meló, akár izzad, akár nem, ugye most már harmadik éve rendezzük meg a Magyarország cukormentes tortája versenyt, és bizony ez egy nagyon komoly munka, olyannyira, hogy egyrészt nyilvánvalóan nagyon komoly szempontok alapján kell majd zsűrizni a Janinak is velünk együtt, ráadásul ugye nem is tudjuk, hogy melyik torta honnan jön, kitől, melyik cukrászatból, mert teljesen anonim a történet, és egyrészt figyelembe kell venni, mondom, a komoly szempontokat, azt, hogy egyébként alapanyagaiban megfelelnek-e annak az elvárásnak a sütemények, hogy csak jó minőségű alapanyagból készülnek és egészséges alapanyagokból. Aha, tehát itt akkor a cukor és a fehér liszt az kinő. 30 akármennyi tortán, akkor már így ez... Nem, én is azt hittem egyébként. Én is a Feri verzióját ismertem, én azt hittem, hogy oda megyünk, csacsogunk, kajálunk, legeltetem rajtad a személyemet, és aztán ez pedig mindenki megy a maga dolgát. Ez a része meg lesz, de ezek kívül még 20-30-50 tortát meg kell kóstolni, és szerintem így a, nem tudom, egy 10-15 után már így kezdenek fáradni az üzlelő bimboid. Bőven elegetek lesz szerintem az 5. után, és az előbb kérdeztem azt, hogy ez azt jelenti, hogy se normál fehér liszt, se fehér cukor nem szerepel. Van egy alapanyaglista, arról lehet válogatni, persze, de abban nem szerepel se a finomított cukor, se a fehér liszt, nincsenek adalékanyagok, tartósítószer természetesen nem, és csak olyan színező anyagok, ami magában is természetes. Tehát mondjuk az elmúlt 2 évben olyan gyűjtesek voltak, amikben teljes kiörlésű liszt volt, vagy az eritritol nevű nagyon jó édesítőszer, gyümölcsök, és nagyon könnyűek voltak. Ugye a tavalyiban mondjuk egy szeletben volt kb. 100 kalória, amit a diétázók pontosan tudják, hogy ez nagyjából egyenlő a semmivel. Aha. És a szénhidrát értéke is nagyon alacsony volt, mert itt ugye az lenne a cél, hogy ezt akik tudatosan figyelnek a táplálkozásukra, azok is válasszák, meg azért megehessék a cukorbetegek is. Uh-huh. Egyébként valaha érdekes, mert Antóniával, amikor először beszélgettünk erről a kis történetről, akkor feldobta nekem az eritritolnak a fogalmát, és akkor kérdeztem, hogy ez nem sok mindent tudtam róla, mert én nyírfa cukros voltam korábban, és akkor mondta, hogy 0%-os glikémiás indexe van, de gyakorlatilag olyan, mintha úgy édesít, hogy gyakorlatilag mintha semmit nem vinnél be a szervezetedbe. És azóta azt is toljuk.
Úgyhogy... Na, kipróbáltad? Ki? A nem, nem, hogy kipróbáltam. Itt isszak minden reggel literszámra. Erritmozolban fürdünk. Erritmozolós ülőfürdőt veszek minden este. A kutya is azt kapja este, a macska is, minden ilyen. Egyébként... Más pillalkoholokkal ne keverjétek össze. Egyébként ez tényleg egy nagyon, nagyon jó cukoralkohol, ami nem szívódik fel, tehát nem rakódik sehova, bemegy, kijön, de közben azért az élvezet értéke megvan. Marra érdekes egyébként, hogy erről a vonalról, erről a kezdeményezésről úgy beszélünk, hogy ugye ez az egészséges, ez mindenféle tekintetben pozitív, meg jó, de hogy egy kicsit más, mint a hagyományos cukrászat, meg a hagyományos országtortája vonal, de én azt hiszem, hogy nem is olyan hosszú távon, de gyakorlatilag ez a két dolog, egybe fog majd olvadni, és össze fog mosódni, mert én is azt veszem észre, hogy a hagyományos cukrászatokban is egyre inkább használják ezeket az alapanyagokat, amiket most, mit tudom én, reformnak, vagy cukormentesnek, vagy diétásnak, vagy kímélőnek mondunk. Hát tulajdonképpen a két dolog, tehát ugye azért a Magyarország tortája és a Magyarország cukormentes tortája az párhuzamosan fut egyébként, ugye abban az értelemben, hogy mondjuk az augusztus 20-i ünnepségen is mind a kettőt meg lehet együtt kóstolni, pontosabban úgy mondanám, ez így volt az elmúlt két évben, feltételezem, hogy ez most is így lesz, és abban egyébként persze igazad van, hogy mindenféle versenyeztetés nélkül is a cukrászatoknak egyre jobb próbálkozásaik vannak, hogy olyan kínálatot nyújtsanak, amiben van ilyen is, meg van olyan is, és akkor ebbe valóban bekerülnek azok a sütemények, amik sokkal közelebb állnak az egészségeshez. Meg ugye azért tegyük hozzá, hogy nem arról van szó, hogy most megcsinálják a Rigó Jancsit édesítőszerre, hanem arról van szó, hogy a cukrász most leül, illetve már leült, mert ugye június 4-e az első nevezési határidő, és teljesen új recepteket dolgoznak ki, adott esetben tök új alapanyagokból, olyanokból, amivel lehet, hogy még nem is dolgoztak. Tehát ez egy nagyon kemény kísérletezés és nagyon komoly agymunka, amit ezt a versenyt megelőzően nekik végig kell csinálni, megsütni 100-szor, hogyha nem sikerül, akkor újra gondolni, újra dolgozni, és aztán utána majd ugye június 16-án elhozni oda elénk, leteszik oda Jani elé, és akkor megkóstolhatjuk, hogy végül is jól állt össze ez a recept, vagy sem. Ide csak ilyen hivatalos cukrászatok mehetnek, hogy Marika néni süt egy ilyen tortát, elviszi, akkor ő is nevesz. Marika néninek is van lehetőséget. Pont úgy csináltuk meg, hogy senki nem maradjon ki, tehát a Magyarország cukormentes tortája versenyre nevezhetnek a cukrászipar testületnek a tagjai, de emellett fut párhuzamosan a házi versenyünk, amire meg mindenki más, aki nem ipartestületi tag, de profi cukrász, aki otthon süt, aha, Marika néni, aki jó. 40 éves süt, bárki, hát olyan győztesek voltak tavaly is és tavaly előtt is a házi versenyen is, hogy bármelyik cukrászatban megállták volna őket, sőt, csak egy rövid mondat még, a tavalyi nyertesünk, azóta egy kis cukrászüzemet indított a családjával, és most kezdik felépíteni a cukrászvállalkozást, aki a tavaly a házi versenyt nyerte meg. És mindez egyébként Lőrincen fog lezajlani. Jaj, hát hagyjad már! Bocsássatok, még messzire Antónia, miért tolod így a szekeret ennek a fiúnak? Miért? Nem a fiú szekerét tolom, hanem együtt toljuk, látod? Jól van, toljának csak. Az egészségre törekvő és a cukorbeteg emberek ügyét. Ez nagyon szép ügy. Erről az együtt toljukról jut eszembe, hogy mikor edzünk együtt. Hát már, gyere oda, ahol én vagyok. Most már van fedősztorim otthon. Igen, picit lepattintós az Antónia ebben az edzőjében. Mikor edzünk együtt? Ez új dumák. Igen, mikor izzadunk együtt? Még így szoktuk. Így van, már megvettem az aerobik zoknika. Figyelj, csatlakozz. Hétfőn gyere, én megyek edzeni. Antónia, köszönjük szépen neked, akkor figyelemmel kísérjük az eseményeket, és hogyha a egyik nap János ugye egy kicsit cukortól, nem, de egyébként édesítőszerektől túl töltötten elitritottan részegen jön be a stúdióba, akkor tudjuk, hogy megvolt a verseny. Jó, okay. Rendben, mindenről beszámolunk, köszönjük. Köszönjük, szia. Mi is neked, puszi, hello. Sziasztok, hello. Nagyon szép feladatokat kapsz, gyönyörű. Hát Antóniával az együtt zsűrizni, te. Ahogy a pontozó lapotok összeér. Az ország egészsége. Jó, érted? Reform táplálkozás szakma, hogy jönnek ide ezek a földi hívságok. Egyébként megvan a telefonbeszélgetés így fejben nekem, amikor fölhívtak, hogy az volt az első kérdés. Antónia ott lesz? Akkor megyek. Egyébként nem jársz messze a valóságtól, mert tényleg az ő személye miatt fogadtam el elsősorban ezt a felkérést.
Sok sikert, János, majd szurkolunk, jó? És hozzá a tortából, ami megnyerte a versenyt. 9 perc múlva lesz 9:30, megérkezett hozzánk Kordos Szabolcs, szevasz Szabi, már nem először vagy itt nálunk, és nem ez az első olyan könyv, amit én a kezembe tartok, és ez a Hungary vonalon mozogsz. Így igaz, jó reggelt, sziasztok. Ugye volt a Luxus Hotel, aztán volt a Taxisvilág, taxisos, volt a turistás, és most meg az SMISZOM. Miért gyógyultál rá így erre a sztorira, hogy mi van Magyarországon, amit föl kell deríteni? Kíváncsi voltam arra, hogy mik a kulisszatitkok. Tehát olyan emberekkel beszélgettem, akik sok másik ember életébe látnak bele. Idegenvezetők, taxisofőrök, luxushotel dolgozók, és most éppen a bárpultosok, pincérek, szakácsok, séfek. Ugye mindenkinek van egy kép, hogy mi történik a konyhákon, mert mi történik mondjuk egy kocsmában, egy exkluzív étteremben, aha, de hogy pontosan mi történik, azt ők tudják elmesélni, úgyhogy velük beszélgettem igen nekem sokat. Nekem azért nagyon szimpatikus az a tevékenység, amit te folytatsz, meg ezek a témák, amiket felvállalsz, mert alapvetően, hogyha megnézzük külön-külön ezeket a témákat, mindegyiknek nagyon-nagyon fontos szerepe van az ország imázsépítésben. Abban, hogyha mondjuk Magyarországról jön egy külföldi ember, akkor milyen benyomásokkal távozik Magyarország, hogy visszajön vagy nem jön. Jókat mond rólunk, vagy sem. És ez a téma is megint pontosan egy ugyanilyen téma. Rólunk is szól ez, tehát rólunk vendégekről is szól ez, hiszen rajtuk keresztül az ő szemükkel bennünket látunk, hogy mi hogyan viselkedünk, és ez is egy kicsit tanulságos lehet talán. Nagyon átvertek egyszer egy ilyen koktélos helyen, vagy egy étteremben? Azért mi fáj, mesélj! Nem. Nyilván rettentő sok szó esik az átverésekről és a lehúzásokról, de azért szeretném kifejezni azt, hogy ugyanúgy, mint hogy a korábbi szakmák képviselőjével kapcsolatban is hatalmas nagy respekt alakult ki bennem, azért őrület, hogy ők miket kapnak a vendégektől, és ezeket nap mint nap el kell viselniük, úgyhogy hatalmas tisztelet a vendéglátósoknak. Ez így igaz. Múltkor meséltem a kávésztorit, nem? Hogy pont pultoztam, bejön egy vendég, kérek egy presszót, lefőzött neki, be van állítva a gép 92 fok, azt mondja, hogy ez forró. Hát mondom, tesa, másképp nem jön ki a képből, de tudod mit, kicsit dumálunk, addigra megkül és meg tudod inni. Tehát, hogy azért hülyéből mind a két oldalon van. Hát, általános verzió az, hogy el van sózva az étel, főpincér bólint, kiviszi az ételt, visszahozza ugyanazt, tökéletes, mi nem lett ezt elsőre. Ez bármikor bejön az összes vendéglátóhelyen. Hát ezt elmeséltek neked, hogy van ilyen? Persze, hogy ne lenne. Gyakorlatilag bizonyos helyeken muszáj reklamálni, tehát van például a Luxus Hoteleknek a brancsa, ami aha, egy ilyen színházi előadás gyakorlatilag, ahol felvonulnak a népe papagáj ruhában, és ők próbálják túl tenni a másikat, úgyhogy ilyen helyeken muszáj reklamálni az étel. Nem jó, ez nem tetszik, az nem tetszik. Nem vagy trendi, nem vagy cool, hogyha nem mondod azt, hogy ez persze, nem persze. Jó. Volt-e olyan sztori, amit elmeséltek neked, de azt mondták, hogy ha megírod, akkor megölnek. Na, ezt mondd el. Igen, ezt kérnék. Pont azt tetszett, hogy teljesen őszinték voltak, ugye névtelenül történtek ezek az interjúk, így aztán bármit elmertek mesélni. Volt, aki egy kicsikét pironkodott, és azt mondta, hogy hát hallottam ilyen átverésről, de én nem csináltam. Nyilván. Én soha ilyesmivel nem éltem. Egyik kiabáltak a konyhában, hogy azt mondod, amikor a Béla múltkor át valakit 200 000-re? Például mesélték, hogy egy általános bevett módszer az, hogy bárban a szívószálat bedugod egy piás pohárba, egy piás üvegbe, pont a töményes üvegbe, átteszed az üdítős pohárba, és akkor egy pár csepp ugye benne marad a tömény alkoholból a szívószálban. Aha. És akkor a kedves vendég megszívja ezt a szívószálat, akkor azt érzi, hogy borzasztó erős az itala. Nyilván, mert ő tömény alkoholt kapott az első pár kortyal, de utána viszont már nincsen benne semmi. Mekkora? És még mondja is a bárpultosnak, hogy hát apukám ez kicsit erős lett, mert legközelebb gyengében nem akarok fejreállni, de igazából semmit nem kapott. Milyen okosság? És egyébként ezek ilyen echte ungarische kunstok, vagy pedig ez máshol is előfordulhat? Szerintem sok benne az echte ungarische, de nyilván ezeket lehet utánozni másutt is. Egyre kevesebb van ilyen, tehát azért azt be kell látnunk, hogy még 10 évvel, 15 évvel ezelőtt gyakorlatilag átverések színhelye volt majdnem az összes étterem és kocsma. Ma ez visszaszorulóban van, azért, mert egyszerűen nem éri meg. Tehát, hogyha valaki nem ebből... kifizetődő, így igen, nem jön vissza a vendég. Egy, hogyha egy ellenőrzés alatt csinálod ezt mondjuk a NAV-val, akkor az még többbe kerül. Tehát, hogy tényleg nem kifizetődő, hogyha soha, hosszú távon gondolkozol. Soha nem tudhatod, hogy ki a vendéged. És ez marha érdekes, mert ugyanúgy lehet például a NAV, ugyanúgy lehet mondjuk egy közíró, egy blogger, aki mondjuk egy nagyon rossz kritikát fogalmazik rólad. Például nemrégiben olvastam arról, hogy vannak olyan utazó bloggerek, akik nagy nemzetközi portárokon, ilyen kulináris portárokon írnak és tesznek közzé anyagokat, aha, úgy, hogy a külföldi utazásaik során megismert helyeket mutatják be, és nagyon sokat árthatnak egy helynek. Ha jön valaki Magyarországra, azt megnézi, és nem fog bejönni hozzád. Tehát hosszú távon ez nem kifizetődő. Nézték a vendégek arcát, tehát minden
vendéglátós, az egy hatalmas emberismerős egyben. És volt olyan srác, aki egy egészen szofisztikált módszer dolgozott a vendégek lehúzására, tehát egy asztalnál egy fő, olyan 500 és 1000 forint között volt az ő tarifája, amit pluszban hozzáadott, de pontosan látta, hogy ki az, akinek ezt eljárt játszani, mert hogyha helyi és visszatérő, akkor már ismeri az étlapot. Helyi és visszatérő, akkor már ismeri a főnököt. Ha magyar, de szemüveges aktatáskával ketten vannak, na akkor hozzá nem szórakozunk, és a legjobban mondjuk a román és az ukrán. Igen. Ukrán vendégmunkások és kisbusszal érkezőkre specializálódott, mert tudta, hogy ők úgyse vetnek pillantást, nem fogják összeadni a végszámlát. Legfeljebb megverik hátul a parkolóban. Hát nem, mennek tovább. Végül őt verték meg, de az a tulaj volt és az ő velő emberei, mert hát ő rájött erre a kis tiklire, ami két éven keresztül ment. Tehát a pincér az ukrán vendégmunkásokat mondjuk lehúzta, és a főnök azért haragudott meg, mert neki nem jutott a pénzből, nem? Gyakorlatilag ez történt, igen. De kemény, és megverték az embert? Őt végül is, hát majdnem, volt egy kollégája, akit korábban rendesen elvertek, bezárták az összes ajtót, és azt vette észre, hogy ketten, hárman maradtak pontosabban, igen. Két másik, két nagyon ember, és ő. És hát a munka viszonya így ért véget, meglehetősen dísztelen módon. Ó. Ez tényleg kellemetlen lehet, meg hát hiába szedted össze a kis pénzt, hogyha van egy jobb ordatörésed, akkor az nem biztos, hogy ér annyit. Milyen átverés van még, amiről írsz a könyvben? Amire nem is gondolnánk. Milyen? Egyébként erről a témáról mi már beszélgettünk itt adásban is, és akkor nagyon sokan jeleztek meg, jelentkeztek, hogy ők így csináltak, úgy csinálták, de biztos vagyok benne, hogy van olyan módszer, amiről még nem hallottunk. Volt egy fesztivál pultos lány, akivel beszélgettem, és ő legegyszerű módszert alkalmazta, hajnal 2, már mindenki kellőképpen módosult tudatállapotban volt a fesztiválon. Csábos mosoly, cicik kint, a viszki kulába gyakorlatilag hajnal 2 és 6 között semmiféle viszki nem fordult elő. Hozzá egy kis esernyő, nagy mosoly, ember nem vette észre, hogy ezt műveli. Néha volt egy kis összeöntögetés, alkoholos, mert alkoholmentes az nem fogyott, sörből is. Volt, aki feleses poharat berakta a hűtőbe, mély hűtőbe, hogy kell, tehát vodka mellé jó, hideg legyen a pohár, csak hát előtte egy 2 cent vizet is beeresztett. Azt ugye azonnal feloldotta az alkohol, innentől kezdve annyi volt, annyit meg megspurult. Aha, tehát ahogy kiveszed a porrat, ugye nem látszik, hogy az be van fagyva, vizet nem önt bele, csak a vodkát, az oldja a jeget, és akkor már meg is itt. Így van, kemény. És nyilván működött a placebo hatás, tehát hogyha ilyen viszki kóla, tudod, már a 10. után már a vendég így is úgy megy, hogy jöjjön ebből kicsi szíve. Trendi kávézóban hatalmas agymunkát végeztek a kiszolgálók, mert ott ugye a cappuccino az készült 2 adagból, 2 adag kávéból, a teljes kávé 1 adag kávéból, de ők egyből adták ki a cappuccinót is, viszont úgy vitték föl, mintha rendeset adták volna el, így végül kijött a balansz, és ki tudták adni még a többi kávét a saját zsebre, úgyhogy a főnök nem vett ebből észre semmit. Ők egy jó főnök azt csinálja, mint az egyik beszélgető partnerem, ő egy budai étteremnek az igazgatója, vagy tulajdonosa, és fölvett egy új üzletvezetőt, és 2 héten keresztül izogatta a kávéját a sarokban, csendesen mosolygott, kicsit bárgyul, mint aki abszolút nem ért semmihez, és nézte, hogy mit művel az ember, hova rakja a pénzt, hova teszi a számlát, milyen blokkot visz ki, és a végén leültette, hogy hát kedves uram, én néztem önt, 124.500 forintot lopott el tőlem az elmúlt 2 hét alatt, most 2 lehetőség van, vagy az én szemem és fülem lesz a továbbiakban, és nem ver át. Aha. Vagy pedig most távozik, és többet nem is látjuk egymást. Innentől kezdve a főpincér, az üzletvezető az ő katonája lett, és mindenre figyelt, ami a konyhában történik. Tökre egyébként, hogy most kiakosítod a felét, csak így üzenem előre a kórhely leendő nagyon alkalmazatainak. A főnök mindent tud, itt ne próbálkozzatok. Ha nem akarjátok, hogy bezárja az ajtót, és a 2 séffel együtt jó. Te leszel az egyik verő emberem. Én még rendes kollégáim vannak, János, nem mondhatsz ilyeneket. Mi volt a legnagyobb összeg, amivel átvertek embert? Ilyen igazán konkrét nagy összeg nem volt. Általában sok kicsi sokra megy alapon működik ez a dolog. Tehát, hogyha mindenkitől csak egy picikét le lehet húzni, aha, akkor is azért egy 20-30 ezer forintos összeg összejöhet. De ismétlem, ez tényleg nem mindenkire igaz, és a vendéglátósok többsége talpig becsületes és rettentő keményen dolgozó ember, tehát ezért ezt szeretném leszögezni újra és újra. Sokat kellett keresgélni a sztorikat, vagy azért mindenkinek akadt?
Hát mindenkinek van bőségesen. Ha, tehát ez már is megszámfolja azt, hogy mennyire rendesek ugye a vendéglátásban, hiszen mindenki el tudja mesélni, hogy verte át a vendéget. Ja, nem feltétlenül az átverős sztorikról, de nyilván azokról is tudnak. Miért van még más is a könyvben, mint átverés? Persze. Hát ez, az átverés csak egy igen csekély része. Itt a mindennapok is, hogyan zajlik az élet, milyenek a belső kulisszatitkok, milyenek a vendégek. Aha. Hogyan viselkednek az emberek egy luxus étteremben, hogyan viselkednek egy talponállóban, mi a szórakozó helyek és a maffia kapcsolata napjainkban, a portaszolgálat például, a kidobó emberekkel a viszony, a pesti giroszosok térhódítása, tehát sok minden van ebben még ezen kívül is. Az átverés az csak egy csekészete. Jó, hát a portaszolgálat egy része most ugye PM, mint tudjuk, de hát majd lesz valami még. Szabocs, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, akkor okosodunk, és most már így járunk étterembe, jó? Én nagyon köszönöm. Mi lesz a következő? Ungari. Gondolkodunk rajta, a tippeket és ajánlásokat szívesen veszünk. Úgyhogy lesz, biztos, hogy lesz folytatás. Rendben, köszönjük szépen, 3 percen múlt el 9:30, hamarosan jövünk a nap legjobb pillanataival, utána pedig kiderül, hogy ki lesz a Sony játékunk mai nyertese. Istenem, egy jó rakszett, de szerettem bizony. Ezt no. Pergüntel, vagy hogy hívják, Pergeszl. Pergeszl, azért tudtam, hogy valami ilyesmi. Nagyon jó kis gitáros egyébként, és nagyon jó dalszerző. Ügyesek volt. Meg Mária is, aki Mária. Friedrichson. Az... Így van, és ugye? Meg nagyon jó énekesnő, és ráadásul jó fazon is mind a kettő. De nagyon csípem, meg hát ugye ilyen ínséges időkben, ugye, sivatagban egy pohár víz is, ugye, egy kis harmat, amit lenyalogathatunk valamiről, mi a kerek, egy kis gitárnak is már örülni tudunk. Új életet ad ez neki. Látja, hogy te mint egy vérátömlesztés. 3 perc múlva lesz 3-4-10, a 10-es úton Sóly Mártól Budapestig áll a Kocsisor Gábor, az okát ezt megírták, van egy útfelbontás, egy félpályás, és a hallgató, aki ezt megírta, azt írta, hogy nyomdafestéket nem tűrő szavakkal próbálná ezt illetni, de nem teszi, mert mégiscsak úriember talpig. Telepítik a 3 lábút az M0-áson, az Érdi lejtőnél, a 7-es kilométernél, az M7-es felé vezető oldalon, és az 58-as kilométernél a felüljárón is mérik a forgalmat a Pest felé haladóknak. Mielőtt elérkezne az ünnepi pillanat, hogy kisorsoljuk majd azokat a dolgokat, amiket ki kell sorsolni, János, mond valamit. Ja, igen, mert szeretnék azt mondja, hogy én mindjárt mondom a számot, hogy be tudja magát azonosítani. Azt mondja, hogy 353-ra végződik a telefonszámot. Találtam neked valamit a kedvenc oldalamon. Következőről van szó, azt mondja, hogy életvezetési tanácsok. Mit csinálj, ha véleményed van valamiről? 1. Csomagold ki a véleményedet. 2. Nedvesítsd meg a véleményedet vízzel vagy vízalapú síkosító zselével. Aztán 3. Feküdj a bal oldaladra, húzd fel a jobb térdelet egészen a melledig, óvatosan nyomd a véleményedet be oda, ahol a legszűkebb, olyan mélyre, hogy már biztosan ne csusszon ki. Köszönjük, János. Mit húzod magad még ilyen hülyeségeket? Na mondom, hogy mi lesz az ismétlésben. Wolf Katit hívtuk föl a mai reggelen Honoluluban, Hondurasban, vagy... Hongkongban. Azaz, tudtam, hogy H betűs. Tehát a 3 közül az egyikben hamarosan jön majd haza, hogy érezte magát, mi hiányzott a legjobban. Vele beszélgetünk egy picit, és utána pedig vendégünk volt Kovács László, alias XL Laci, akinek hát gyakorlatban... Elképesztő fazon. Olyan teljesítményei vannak, ami emberi aggyal értékelhetetlen, illetve értékelni értékelhető, de felfoghatatlan, és hát most újabb egy kis maláj turnéra készül, erről mesélt nekünk. 10 perc múlva lesz 10 óra, vagy mondjuk 8, hát ezen ne veszünk már össze ezen a 2 percen. Gabi, szia! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mi van a Csabival? Mit tudsz állítólag? Szerinted, hát ha a Bázi Csabin van. Na látod. Hát ezen kívül az összes többi dolga titkos. Nekem sem meséli el minden. Jó, csak mert a Méhtelepről írtak, hogy valami. Igen. És azt hittem, hogy vagytok olyan baj, hogy dobott egy SMS-t, gyere, azért nem megyek ma, mert itt vasat gyűjtök. Nem, egyébként általában ilyenkor a gyerekeivel tölti az időt. Nem, nincs valami iskola szünet, nincs, vagy osztály kirándulás. De nem csak, várjátok egyébként, azért kérdezem, mert tegnap szinte 5 percenként csak osztályok, iskolák hívtak, hogy osztálykirándulás itt, ott, Veszprémben, állatkertben. Szóval, hogy ez valami osztálykirándulás világnap volt, nem, vagy nem? Az a fura, hogy a Laura telefonált, és mondta, hogy ő úgy tudja, hogy veled van a Csabi, te meg úgy tudod, hogy a gyerekekkel, akkor hol van? De én kedden este minden körülmények közt az operában voltam, ez biztos. Te az operában. Én mondom, hogy oda járok minden kedden. Ne, mondd már. De tényleg. Valami kóristalányt hajkulászol? Nem, valami több kóristalányt.
Egyébként tegnap este egy nagyon különleges helyen voltam, és egy különleges ajándékot kaptam az élettől. Hát tudom, hogy hogy néztek rám, hogy miket mondok. Különleges hely a te esetedben? Igen, egy nagyon kedves énekesnővel. Különleges helyen voltál. Egy dán énekesnővel készíthettem interjút, és majd a Klassz 40-esben hallják is természetesen a hallgatók a végeredményt. Őt úgy hívják, hogy Nabia, és nekem azért több ok miatt nagy kedvencem. De tényleg, több ok miatt is nagy kedvencem. Egyrészt szerintem zseniális énekes, azt a műfajt énekli, amit én nagyon szeretek. Aha. És miközben interjúztattam, akkor vettem észre, hogy neki is van egy rés a foga között, mint nekem. Rákóczi, elmebeteg vagy, komolyan mondom. Tehát, interjúztattál. És ez egy nagyon különleges dolog, mondom, a fogrés, mert azt mondják erről, és ezt majd csak nézzetek utána, igen, hogy ez a különleges emberek egyik jellegzetessége. Például Madonnának is van. Aha. Vagy volt egy híres modell a 70-es években, úgy hívták, hogy Lauren Hutton. Ő volt az első, aki így lett híres. Ha, utána lehet nézni. Imádom. Imádom. Az összes képen meg. Jó, most egy csomó régi dolgot hoztam. És természetesen Nabia... Még egyszer? Ki volt ő, ez a híres dán énekes? No. Úgy hívják, hogy Nabia, és tőle például nagyon sok dalt játszunk, például játszunk a Never Play the Bass, de még üzent is a Klassz FM hallgatóknak. Aha, mindjárt meg fogom mutatni. Amelyikben... Jó, igen, amelyikben üzel. Igen. Amelyikben aha, üzel. Jó, ezt ez majd az adásodban mutatod meg? Tíz nálatok után? Is meghallgathatjuk. Azért nem értjük, mert dánul van. Ja, tényleg. De magyarul, illetve angolul üzent. Ja, angol, de azt se értjük, hát ne hülyéskedj. Dánultál jobban értünk, mint magyarul. Akkor mindjárt megmutatom. Jó, na mi addig viszont csináljuk meg a dolgainkat, mert hogy van néhány a foci VB játék. A mai napon is lesz majd egy nyertesünk, aki választhat két ajándék közül, de ne felejtjétek el, hogy 10 után küldeni kell a foci VB-t, mert a végeredmény, vagy a végső játék az nagyon-nagyon fontos lesz. Ugye egy nagy csapat részére a VB döntő megnézése egy luxus apartmanban a Balatonon, és egy Sony 4K-s televízió lehet ezt megnézni, plusz a nyertesünk ezt haza is viszi. 3, 0, 5, ki van 4, kapcsolva, 7. Laci? Azt mondja, mondja, hogy 3, 0, 5, 4, 7. Így már azonosítható. Ez tehát az ajándékunk, és akkor még egyszer ugye a Gábornál tudtok most jelentkezni majd erre a játékra. Na megvan, Nabiha? Én megtaláltam, na, ezt üzeni a Klassz FM hallgatóknak. Hello, this is Nabiha, and you are listening to Klassz FM. És olyan bájos hangja volt, és kiderült róla, egyébként ez a János neked érdekes lesz, kiderült róla, hogy vegetáriánus, mert hogy ő az öltözőjében kizárólag gyümölcsöket kért. Hívjuk a következő játékost. És csak látom, Rákóczi, ezt téged egyáltalán. De nagyon érdekel, Nabiha, csak az lesz. Ezek, ha egy rockerrel találkoztam volna, aki viszkit vedd el, akkor... Persze, akkor nyilván, igen, igen, és közben egy tűvel nyomja az és saját vénáját. Na jó, szóval... Kiszállok. Ne maradjál. Ne maradj. Maradj, és holnap nem jössz. Holnap Békés Csaba. Hello, Sikér Judit vagyok. Judit, szia! Itt van János Ferenc és egy Gábor is, őre nem nagyon számítottunk mi se, de ha már itt van a Klassz FM-ből. Szia! Sziasztok! Új, de imádom, hogy így örülsz nekünk. Kinél játszották? Teszem fel a hülye kérdést. Jó, Istenem, nem tudom, mert most annyira örülök, hogy még a nevemet se tudom. Nem, az Judit, ez akkor a te neved. Akkor félretárcsáztam. Judit, akkor jöjjön az első feladatod, nem lesz túl nehéz, illetve hát a franc tudja, választhatsz, hogy mi legyen az ajándékod. Egy 32 szolos Sony Full HD Smart LED TV, vagy egy Sony Xperia Z, egy kompakt telefon. Mind a kettő 150 ezer forint körül értékű. Melyik? Hát én beérném a tévével. Beérném. Hát nagyon jó lenne. Ez egy Full HD-ssel szerintem be lehet. Oké, Judit, jön a kérdésünk. Ugye ez mindig focival kapcsolatos, és így szól a kérdés. Sorolj fel legalább három országot a 2014-es foci VB résztvevői közül. Ellenőrizd, János, tessék, ott van. Hát gondolom Brazília nyilván. Hát ez így előfordul. Így van, alanyi jogom. Rendező ország. Németország biztos ott lesz. Igen. Úgy tűnik. Spanyolország is ott és lesz. És a spanyolok. Így van, címvédőként ráadásul. Nagyon ügyesek vagyta. Tír a taps, megvan a színes tévé. Jó, egy Sony Full HD Smart LED TV a tiéd. Gratulálunk. Szuper jó. Köszönöm. Hát így kell pénteket csinálni jó hangulatban valakinek. Jó, gratulálunk, vigyázz magadra. Szia, és ugye figyeld a végét majd a játéknak, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. A főnyeremény miatt, ami ugye ez a 4K. Hát basszus, én ennyire örültem volna annak idén a bevonuló bulim, hogyha lett volna 4K, de csak... De mi volt a bevonuló bulim? Nekem nem is volt ilyen. Mit? Nem is voltak katona. Hogy ne lettem volna másfél évig? Mert azt mondjam, tudom, kultúros, ez sima honvéd, kultúros, úgy hívták, hogy nyúl lövész. Idegesít ez itt engem. A könyvtár, hogy biztos nem. Van nem. Is no? Igen! Hey! Te jó vagy! Szia, Rika!
Hello. Fie, Rika nagyon nagyobb betalált náluk reggel a következő kis SMS-sel. Amíg a föld kerek, addig lesznek rockerek, de a föld ovális, így jó lesz nekünk a metál is. Erika, nagyon tetszett ez a kis vers nekünk. Ugye nyilván arra a való tekintettel írtad, hogy reggel volt egy kis Iron Maiden az adásban, ünnepi hangulatban állva hallgatok. Melyik dal? Jánossal. Az Aces High. Can I play with me? Hogy ne szeretném? Hát egy diszkós izé. Én nem vagyok diszkós, hát most felsorolom az egész... Nincs időnk. Jó, diszkográfiáját, tényleg szeretem. Erika, gratulálunk, mutatjuk is, hogy mi mindent nyertél, mert van egy csomó plusz ajándékunk is, egy ilyen fogyókúrás, egyhetes menü, aztán egy ilyen grillnappal kapcsolatos ajándékcsomag, szóval van itt minden, meg természetesen a Morning Show-s ajándékcsomag, jó? Az király. Na jó, király, jó hétvégét, szia! Nem is Erika nevem. Azt nem baj, Rika, nem az volt? Rika. Rika, értem. Egyszerűen, idegenül van. Oké, akkor bárhogy is hívnak téged. Gratulálunk, jó étvégét, puszi. Hello. Szia. Ne, nyilván meg akarjátok már kérdezni, hogy mi lesz a recept, ami a Morning Show készítésére. Hogy ne akarnátok? Látom, az a rohadékok vagytok, a szemetek. Pedig, engem nagyon érdekel. Pedig, ha az egyik alkotórészt kihagyod, ez még nektek is jó lehet. Néhány évvel, inkább azt mondom évtizeddel ezelőtt, amikor az éttermek nagy többsége még figyelt arra, hogy friss alapanyagokat is használjon, most már megint kezd, de hogy ilyen szezonális legyen, amikor a piacon megjelent a spárga, akkor minden egyes étteremben volt a sonkába tekert spárga hollandi mártással, és ezeként egy marha jó étel, ráadásul könnyen elkészíthető, és picit ilyen kisúj eltartós, tudod? Tehát, hogy ez azt jelenti, ha valaki ilyet rendelt, akkor az egy ilyen nagyon különleges. A hollandi mártás, hogy jelent, hogy van benne fa papucs? Így van, fa papucs, és vízével keverik össze szélmalomnal, tudod? Igen. Vagy pedig egy csíkot elszívnak még mellé, ez lehet a hollandi mártás, ami egy nagyon-nagyon finom, de odafigyelést igénylő mártás, ez van leírva, megtanulás céljából, és megcsinálás céljából egy ilyen nagyon exkluzív kaját lehet belőle. Figyelj, és hogyha ezt a hollandi mártás elvitelre kérik, akkor a csomagot átkötik egy tulipántal. Igen. Beteg. Jó van, megyünk, itt hagyunk téged a hallgatóknak, kívánjanak tőled, a 061-555-55-00-ás telefonszámon lehet ezt megtenni. Így igaz, és persze folytatódik a foci VB játék. Világos. Szóval ajándékcsomagokért is. Mi pedig hétfőn jövünk a főnökkel kiegészülve, addig is jók legyetek. Sziasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.